Üdvözlöm Önöket, tisztelt eltársak! Megkezdjük a mi első foglalkozásunkat az Egészséges Életmód Nemzeti Egyetemén Genadzsij Andrejevics Sicsko módszere szerint. A tanfolyam a látás korrekciójának van szentelve Sicsko és Béc módszere szerint. Ez általános egészségjavítási tanfolyam és a káros szenvedélyek leszokásának tanfolyama. Megkérdezik milyenektől? Aki lustálkodik, meg kell elsősorban szabadulni a lustaságtól. Ki ingerlékeny, meg kell szabadulni az ingerlékenységtől, ki cigizik a dohánytól. Ki nehogy Isten iszik az alkoholtól. És egészében ez a módszer univerzális, megengedi az embernek nem csak egyedül helyrehozni a látását, de megszabadulni nagyon sok butasságtól is a fejében, melyek zavarják őt az életben. Én Önöket nevezem olyan ősi jó szóval eltársak, mert bizonyos vagyok abban, hogy sokukkal igazán eltársakká válunk abban a nem könnyű és nehéz harcban, harcban az egészségünk, látásunk helyreállításáért. Harcban a gyermekeink, unokáink látásának helyreállításáért, no és nagy mértékben a beteg országunk egészség helyreállítási harcában. A vezeték nevem Zsdánov, nevem Vladimir Georgievics. Professzor vagyok a Szibériai Humanitárius Egyetemnek, elnöke a Nemzetközi Pszichoanalitikusok Szövetségének. Lakok és dolgozom a szibériai akadémiai városkában. A mi társaságunk hozzátartozik egy széles mozgalomhoz, mozgalomhoz a fizikai és lelki újjászületéshez, mozgalomhoz a józan egészséges életnek, és a társaságunk keretein belül mi az egész országban kiterjesztettük hálózatát az egészségi egyetemeknek, hol az embereknek segítünk nem medicinai módszerekkel helyrehozni a szellemi, lelki egészségét, no és mint ennek következménye helyrehozni a fizikai egészségét is, belértve a látás helyreállítását és nem medicinai módszerekkel. Kiderül, hogy bármelyik ember, ki szemüveget hord, le tudja tenni a szemüveget, és ez egyszerű speciális gyakorlatok segítségével helyrehozna a látást, és elkezdeni látni szemüveg nélkül úgy, mint szemüvegben, és még jobban is. Ez lehetséges, ez elérhető, erről is fogunk ma beszélni. Ma elmondom Önöknek, hogyan van megalkotva az emberi szem, miért romlik az ember látása, miért nagyon is káros hordani szemüveget, miért veszélyes a rossz látás, mivé alakulhat ez távlatokban nézve, és ami a lényeg, megmutatom a nagyon egyszerű és elérhető komplex gyakorlatokat a szemnek, melyek lényegében megismétlen megengedi bármelyik embernek, ki szemüveget hord, levenne a szemüveget, helyrehozna a szemét, és megkezdeni látni szemüveg nélkül ugyanúgy, mint szemüvegben, és még jobban is. Na de bekezdésnek egy kis teória, mert enélkül érthetetlen, hogyan is lehetséges ilyesmi egyáltalán, és miért tudunk Önökkel erről nagyon keveset. Kb. 180 évvel ezelőtt német fizikus, fiziológus German Helmholtz kijelentette feltételezését az emberi szem működéséről. Mit is feltételezett Helmholtz? Ő feltételezte, hogy az ember szeme gömb alakú, az első részben van a szemlencse, kétszer domború lencse, a szemlencse körül pedig van az úgynevezett kör alakú celiárizom. Nos, hogyan is lát az ember Helmholtz szerint? Mikor a celiár izom el van lazulva, a szemlencse lapos, a szemlencse fókusza a recehártyán van, és az ilyen elazult szem lapos szemlencsével nagyszerűen lát messzire, mert a távoli tárgyak pontos képe a geometriai optika törvénye szerint az optikai rendszer területén épül. Adott esetben a távoli tárgy pontos képe pontosan a szem recehártyáján lesz. Nos, az ember közelre kell, hogy lásson. Hogy közelre lásson, meg kell változtatni az optikai rendszer paramétereit. És Helmholtz feltételezte, ahhoz, hogy közelre lásson az ember, megfeszíti a celiáris izmot, ez minden oldalról összenyomja a szemlencsét, a szemlencse jóval domborúbbá válik, megváltoztatja hajlatát, a kidomborodott szemlencse távolsági fókusza lecsökken, a fókusz elmegy a szem belsejébe, és az ilyen szem a kidomborodott szemlencsével nagyszerűen lát közelre, mert a közeli tárgyak pontos képe ugyanannak a geometriai optikai törvényei szerint épül a geometriai rendszer mögött. Adott esetben a közeli tárgy képe megint a szem recehártyáján lesz. Nos, hát az embernek látnia kell távolba, ő pislogott, ellazította a celiárizmot, a szemlencse lapos, és ő lát távolra. Látnia kell közelre, megfeszíti a celiáris izmot, a szemlencse kidomborodik, és ő lát közelre. Mi az, hogy rövid látás Helmholtz szerint?
Némely embereknél Jan Gonc maga sem értette meg miért, de ő úgy tartotta, hogy megfeszül a celiár izom, a szemlecse kidomborodik, vissza pedig ez az izom nem lazul. Az ilyen embereket kidomborodott szemlencsével ő rövidlátóknak nevezte el. Ők közelről jól látnak, távolra viszont nem látnak, mert a távoli tárgy pontos képe az optikai rendszer fókusz területén épül. Adott esetben a pontos kép a szem belsejében lesz. A recehártyán pedig valamilyen homályos, elmázolt, szétmosódott folt lesz. És Jan Gonc javasolta kompenzálni a rövidlátást kétszer homorú, negatív, mínuszos szemüveges lencse segítségével. A homorú lencserendszer fókuszos távolsága pedig plusz a kidomborodott szemlencse megnagyobbodik a szemüveg segítségével, a fókusz visszaáll a szem recehártyára, és a rövidlátó ember mínuszos szemüvegben nagyszerűen távolba lát. És azóta 180 éve a világ összes szemorvosa a rövidlátó embereknek kiválasszák a mínuszos szemüveget, és javasolják állandó viselésre. Kik a rövidlátóak önök közül, emeljék fel a kezüket, kérem. Ez az önök, ahogy mondják, bajuk, és az önök problémája. Mi az, hogy távollátás Jan Gonc szerint? Sok embernél így tartott a Jan Gonc, idősebb korban meggyengül a celiár izom munkája. Ennek eredményeképpen a szemlencse lapos, a szemlencse fókusza a recehártyán van, és a klasszikusan távollátó emberek nagyszerűen látnak távolra. De most meg kell látni valamit közelről. Hogy közelre lehessen látni, a szemlencsét domborúvá kell tenni. Összenyomni a szemlencsét pedig nincs elegendő erő. És az ember néz a könyvbe, a betűk pontos képe pedig az optikai rendszer mögött épül fel, valahol a tarkóhoz közelebb. A recehártyán pedig valamilyen homályos, szétmosódott folt lesz. És akkor Jan Gonc javasolta kompenzálni a távollátás kétszer domború pluszos szemüveg lencse segítségével. A rendszer fókusz távolsága pedig kétszer domború lencse plusz szemlencse lecsökken. A szemüveg segítségével a fókusz be van vezetve a szem belsejébe, és a távollátó emberek pluszos szemüvegben nagyszerűen látnak közelre. És azóta 180 éve a világ összes szemorvos a távollátó embereknek kiválasszák a pluszos szemüveget, javasolják azt olvasáshoz és munkához a közelben. Kik a távollátók önök közül, emeljék fel a kezüket, kérem. Nekem is távollátásom volt. Nos, úgy tűnhet, kés csapdába vagyunk, a szemüvegtől nem szabadulsz. De szerencsénkre élt a világon egy nagyszerű amerikai tudós, szemész professzor William Bates. Bates nagyon becsületes ember volt. Az orvosi egyetem bevégezte után 5 évet dolgozott, mint szemorvos, és kétségbe volt esve a munkája eredményeitől. Egytől egyig minden páciense, kiknek Bates kiírta a szemüveget, mindenkinél egytől egyig látásuk a szemüvegtől megromlott. A szemüveg egyik páciensének sem hozta vissza a látását, és ő leragadta kérdésnél, hogy lehet ez, hisz ő szemorvos, az emberek szemét kell gyógyítania, ő pedig szemüveget ír ki nekik. A szemüvegtől pedig a látásuk csak romlik, és 2-3-4 év múlva ők jönnek és követelnek újat, jóval vastagabb, jóval erősebb szemüveget. És a második, amire felfigyelt Bates, ez amikor némely páciensé nyáron elutaztak falura a hegyekbe pihenni, és ott véletlenül elveszítették, vagy összetörték a szemüveget. Ő pedig a 19. században élt, a szemüveg eléggé drága volt, és az emberek rossz látással rákényszerültek 1-2 hónapig szemüveg nélkül lenni egyáltalán. Mikor ők visszatértek az üdülésből, jöttek hozzá a szemüvegért, ő a táblán leellenőrizte a látásukat, és meglepve konstantálta, hogy sokuknak azért, mert szemüveg nélkül jártak, a látásuk megkezdett javulni. Bates 30 éven át tanulmányozta az emberi szem működését. Ő kidolgozta és elkészítette páratlan arra az időre műszert, melyet elnevezett retinoszkópnak. A retinoszkóp segítségével 2 méteres távolságig ő meg tudta állapítani a szem paramétereit, és ő figyelte, hogyan változik a látásuk a rövidlátóknak, a távollátóknak, a gyerekeknek, játék közben a sportolóknak. És így 30 évig tanulmányozva az emberi szem működését, Bates következtetésre jutott, hogy Jan Gonc látási teóriája abszolút helytelen. És a kép az emberi szemben nem úgy épül, ahogy Jan Gonc feltételezte, a celiár izom munkájától és a szemlencse hajlatának változásától, de a kép az emberi szemben ugyanúgy épül, ahogy az épül az átlagos egyszerű fényképezőgépben, a szemhossz változásának köszönhetően.
És itt a fő munkát az akkomodáció folyamatban, vagyis a szem élesség beállítását végzi 6 szemmozgató izom. Minden embernek minden szemében van 6 szemmozgató izom. Ez a felső hosszirányú, melyik a szemet felemeli. Ez az alsó hosszirányú, melyik a szemet leereszti. Belső oldalsó hosszirányú, melyik a szemet összehúzza az orrhoz. Külső oldalsó hosszirányú, melyik a szemet oldalra húzza, és 2 úgynevezett átlós szemizom. Felső átlós, mely a szemet így átlósan félkörben átfogja felülről, és az alsó átlós, mely a szemet félkörben átfogja alulról. Nos, hogy is lát az ember valójában? Mikor mind a 6 szemmozgató izom teljesen el vannak lazulva, a szem csak ugyan a bőséges belső nyomástól gömb alakúvá válik, a szemlencse fókusza rámegy a recehártyára, és az ilyen ellazult szem nagyszerűen lát távolba. De most az ember közelre kell, hogy lásson. Hogy közelre lásson, meg kell változtatni az optikai rendszer paraméterét, és kiderül, hogy ahhoz, hogy közelre láthasson, az ember valójában teszi a következőt. Ő még jobban ellazítja a hosszirányú izmokat, és megfeszíti az alsó átlóst. Felülről és alulról összenyomja a szemet, az ember szeme pedig híg. Azáltal, hogy összenyomódik, ő mint az ugorka, előre nyúlik, mint a fényképezőgép objektívje. A fókusz bemegy a szem belsejébe, és az ilyen előre nyúlt szem nagyszerűen lát közelre. Kell az embernek megint távolba néznie, ő pislog, ellazítja az átlós izmokat, a hosszirányúakkal meghúzza, az megint gömb alakúvá válik, és ő megint nagyszerűen lát távolba. Mi az, hogy rövidlátás Bates szerint? Némely embereknél Bates megtalálta az okát. Ezek mind szabály, fizikai, pszichikai, látási feszültség, túlhajszoltság, némely traumák. Némely embereknél megfeszülnek az átlós izmok, összenyomják a szemet, a szem előre nyúlik, vissza pedig ezek az izmok nem lazulnak meg. Az ilyen embereket előre nyúlt szemekkel ő elnevezte rövidlátóknak. Nos, tipikus megjelenése a rövidlátásnak a gyerekeknél. A gyerek 5 foglalkozáson át ült az iskolában, ült nézett a könyvbe, füzetbe, nála meg voltak feszülve az átlós izmok és előre húzódott szemek. Hazaérkezett az iskolából, és megint a leckéhez ült. Megint meg vannak feszülve az izmok, megint előre vannak kihúzódva a szemek. Eközben hátul az apja is járkál, szíjjal a kezében, és nevelgeti. Tanul csak megfele, mindjárt leellenőrizzük. És a gyereknél ettől a hosszantartó látási erőfeszítéstől, ettől a stressztől és félelemtől az átlós szemizmok összehúzódnak, és vissza már nem lazulnak meg. És a szülők egyszer csak észreveszik, hogy a gyermek közelre jól lát, távolba pedig nem lát. Ő megkezd hunyorogni, bandzsítani, valamit nem ismer fel, ők viszik ezt a szerencsétlen gyereket a szemorvoshoz, az neki 5 méterről mutatja az ellenőrző táblát, ő pedig csak a felső nagybetűket látja. Minden világos, a gyermeküknek rövidlátása van, és a gyermek órára akasszák az első mínuszos szemüveget. De ahogy csak a rövidlátó ember órára akasszák a mínuszos szemüveget, biztosak lehetnek abban, hogy ezek az átlós izmok önmaguktól már sohasem lazulnak el. A szemüveg nem engedi nekik ellazulni, mert ha a szemüveg alatt megkezdenek ellazulni, ő a szemüvegben rosszabbul fog látni. Több annál, valamilyen új látási megterheléseknél, aggódásnál, stressznél. Ezek az izmok összehúzódhatnak erősebben és erősebben, a szem előre nyúlik jobban és jobban, és megkezdődik a bajlódás a szemüvegekkel. Mínusz másfél, mínusz 2, mínusz 3, mínusz 5, mínusz 8. Nálam az egyik foglalkozáson ült az első sorban egy hölgy a vakok társaságából, a szemüvege mínusz 24-es volt. Ilyen 3 rétegű vastag szemüveg, én magam is először láttam ilyet. Kezdte ő mínusz másfélről, és minden évben neki ráadták, és ráadták ezek a diopriákat. Mit is javasol Bates ezeknek a rövidlátóknak? Bates javasolja érthető és egyszerű sémáját a látás természetes helyreállításának rövidlátásnál. Mégpedig maximálisan megválni a szemüvegtől, vagyis idéglenesen lecserélni azt valamilyen gyengébre, és egyszerű spéci gyakorlatok segítségével én ma némelyeket megmutatom önöknek. Nos, ezeket a megfeszített átlós izmokat meg kell lazítani.
És más ilyen egyszerű gyakorlatok segítségével pedig ebből is némelyeket megmutatok önöknek. Ezeket a laza, hosszirányú izmokat meg kell jó alaposan tornáztatni, és a rövidlátó ember látása helyreáll. Egyáltalán a szemüveg kolosszális kárt okoz duplán a mi szemeinknek. Az első kár, amelyiket okozza a szemüveg, az, hogy nem engedi dolgozni az átlós szemizmokat. Ezek helyett dolgozik a szemüveg. A rövidlátó embernek, hogy messzire lásson, meg kell lazítani az átlós izmokat, neki pedig -2-es szemüveget akasztottak az órára. Ó, és ő mindent nagyszerűen lát bennük, még csak meg sem kell próbálni meglazítani ezeket az izmokat. De a második kár, amit okoz a szemüveg, nem kicsit, de sajnos jóval nagyobb, ez az, hogy a szemüveg mozgásképtelenné teszi a szemeket. Az ember, ki nem hord szemüveget, állandóan mozgatja a szemeit. Fel, le, jobbra, balra. Nála folyamatosan dolgoznak a hosszirányú izmok, melyek a szemek ide-oda forgatják. Ezek az izmok nagyszerűen fejlettek, ragyogó tónusban és munkaképes állapotban vannak. Ahogy csak a szemére veszi az ember a szemüveget, ő megkezdi forgatni már nem a szemeit, de a nyakát. Hogyan, ki, hol, miért, és nála a szemei a szemüregben mozdulatlanok. És ha a szemei a szemüregben mozdulatlanok, akkor a hosszirányú szemizmok nem dolgoznak. Az embernél pedig azok az izomcsoportok, melyek nem dolgoznak, nagyon hamar leépülnek, megkezdenek degradálni, és teljesen el is sorvadhatnak. Nálam néhány évvel ezelőtt Moszkvában a csoportban nyáron véletlenül akadt két ember, ki egyáltalán nem tudták mozgatni a szemeiket. Én mondom, emeljék fel a szemeiket, emeljék, és emeljék a nyakukat. Egyik 68, másik 71 éves, mindketten óvodától kezdve folyamatosan hordták a szemüveget, addig hordták, hogy a szemeik elvesztették minden mozgékonyságukat. Mi az, hogy távollátás Béc szerint? Sok embernél idősebb korukban a gyakorlás hiányától meggyengül az átlós szemizmok munkája. Én mellesleg leélve a világon 45 évet egyszer sem hallottam sehol arról, hogy gondoskodni kell a szemeinkről. Pihentetni őket, lazítani, gyakorlatozni. Ezekkel a reklámokkal, sőrrel minden fülünket átmosták már ebben a tévében. De legalább egyszer az életben mondták volna, emberek, adjanak pihenőt a szemeiknek, csináljanak ilyen egyszerű gyakorlatokat. Nulla. Nos, sok embernél 40-45 éves korra a gyakorlatok hiányától megkezd gyengülni az átlós szemizmok munkája. És 40-45-50 éves korra pedig megkezdenek elég erősen megfeszülni és salakosodni a hosszirányú izmok. Végeredményben a szemnek egyelőre még gömb alakja van, a szemlencse fókusz a rendszerhártyán van, és a klasszikusan távolátó emberek nagyszerűen látnak messzire. De valamit meg kell nézni közelről. Hogy közelről láthasson valamit, össze kell nyomni a szemet, és előre nyújtani azt. Ezek a hosszirányú izmok pedig a szemet előre nem engedik, az átlósnak pedig nincs erejük összenyomni a szemet, hogy az kinyúljon előre. De ha a távollátó embernek az órára akasztani pluszos szemüveget, legyenek biztosak benne, hogy ezek az átlós izmok nagyon hamar leállnak dolgozni egyáltalán. Mert a távollátó embernek pluszos szemüvegben az átlós szemizmok lényegében nem kellenek. Ezek helyett pontosan 100%-ra dolgozik a szemüveg. Én elmondom önöknek a történetem, hogy egy éven belül hogyan vettem fel a szemüveget. 40 év után megkezdődtek nálam a látási való nehézségeim. Nappal én nagyszerűen olvastam, írtam, estére pedig a mesterséges világításnál a szemeim megkezdtek hamar fáradni. A szemeim fáradtak, a betűk elmosódtak, de én 4 évig a szemüvegre még csak nem is gondoltam. Én egyszerűen esténként befejeztem a munkát. A tévét néztem, szóval mindenfélevel foglalkoztam, de írni, olvasni esténként én már nem tudtam. És itt a feleségem elhozta a szemüvegét plusz másfél. Felvette, ül, horgol. Mondom, hadd nézzek bele a szemüvegedbe. Tessék. Én belenéztem a szemüvegben, és felkiáltottam örömömben, hiszen mindent látok benne. Már is privatizáltam tőle ezt a szemüveget, és egész héten át hordtam, azt az óromon le sem vettem. Az én belsőben minden énekelt és táncolt. Éjszakákon át megint olvashatok, írhatok, foglalkozhatok kedvenc dolgaimmal. De egy hét múlva bementem a kasszába jegyet venni, ott pedig a vonatjáratok apró betűkkel vannak az üveg alatt kinyomtatva. Én mindig nappal jártam, és én mindig láttam ezt a menetrendet. Hisz én még nem tudtam, hogy én már rokkant vagyok, hogy én már nappal nem látok közelről semmit szemüveg nélkül. Közelébe megyek ennek a menetrendek, amennyire csak nem hunyorogtam, nem bandzsítottam,
Én közelebb mentem, távolabb mentem, menetrendet mégsem tudtam meglátni. Egy hét alatt hordva a plusz másfeles szemüveget, én annyira lemerítettem magamnál az átlós izmokat, hogy én már nappal szemüveg nélkül nem láttam semmit. Pont egy évig hordtam ezt a szemüveget, 94. decemberében pedig Cserepovec városában szerveztünk egy szemináriumot, melyiknek úgy is neveztünk meg a látás helyreállítása Sicsko és Béc módszerei szerint. A szeminárium meghívókon írva volt, ha önöknek megromlott a látásuk, hordják a szemüveget előző nap feltétlenül, menjenek el orvoshoz ellenőrizni a látásukat, hogy objektivitásuk legyen. Én elmentem a szemorvosaimhoz, rám akasztották ezt a műszert, cserélgették a lencséket. Ó, ember, neked már akkori távolságod van, plusz kettő. Itt van neked a recept, menj el és vedd meg. No és én a plusz kettes szemüveget természetesen nem vettem meg, elutaztam Cserepovecbe. Öt napig foglalkoztam, semmit nem láttam szemüveg nélkül. A hatodik oktatási napon pedig a spéci gyakorlatok után, melyek elazítják az átlós izmokat, öt nap alatt pedig, helyesebben a hosszirányú izmokat, öt nap alatt pedig jól megtornáztattam az átlós izmokat. Az átlós izmok nálam összenyomták a szemeimet, a szemeim kinyúltak előre, és én a hatodik napra a szemeimmel szemüveg nélkül megint megláttam az apró betűket. És azóta szemüveget többé soha nem vettem fel, és a továbbiakban sem veszem fel. Nos, mit javasol Béc a távollátóknak? Ő javasolja az érthető és egyszerű sémáját a látás természetes helyreállítását távollátásnál. És pedig maximálisan meg lehet válni a szemüvegtől, vagy ideiglenesen lecserélni azt valamivel gyengébbre, és egyszerű spéci gyakorlatok segítségével ezeket a hosszirányú, megfeszített izmokat meg kell lazítani. Más ilyen egyszerű gyakorlatok segítségével a meggyengült átlós izmokat meg kell jó tornáztatni, és az ember szeme megint megkezd dolgozni, mint a jó megzsírozott fényképezőgép. Összenyomódik és kinyúlik előre, hogy lásson közelre, összehúzódik a helyére gömb alakúvá válva, hogy nagyszerűen lásson távolra. Némely embereknél ezek a megfeszített hosszirányú izmok megfeszülnek, besalakosodnak, húzzák a szemet hátra. A végeredményben a szem nekifeszül a szemüreg hátsó falának, azok pedig továbbra is húzzák, és a szem ilyen lapossá válik. És a fókusz átmegy a szem recehártya mögé. Nos, ezek az emberek lapos szemmel, ők már szemüveg nélkül nem látnak távolra, pluszos szemüveg nélkül. Ők mondjuk távolra hordják a plusz másfeles szemüveget, mert a plusz másfél visszaállítja a fókuszt a recehártyára, olvasnak pedig ők plusz hármassal, mert hogy olvassák a fókuszt, be kell irányítani a szem belsejébe. Ezek az emberek, a medikusok nevezik ezt látásromlásnak, hipermetropiának. Mi nevezük ezt szövődményes távollátás, lapos szem. Ezek az emberek, akik hordják a bifakál szemüveget, vannak ilyenek? Emeljék fel a kezüket, kiknek van már bifakál szemüvege, ki távolra is a tévéhez használja a pluszos szemüveget. Nos, ez is a mi asztalunk. Kinél pedig tiszta távollátása van, ez jóval egyszerűbb eset hamarabb helyrehozható. Kinél pedig a lapos szem, nekik valamivel többet kell dolgozniuk, mint másoknak. De ők nagyon hamar megkezdenek távolra látni szemüveg nélkül, olvasni pedig fognak egyenlőre abban a szemüvegben, melyel korábban távolra néztek. A harmadik romlást a látásnak, mely javítható Béc módszerével hívják kancsalnak. A kancsalság oka nagyon egyszerű. Mint szabály a gyerekeknél, az ijegységtől vagy traumától. Az ijegység pillanatában megfeszül valamelyik hosszirányú izom, szemizom. Nos, például megfeszül a jobb szem belső hosszirányú izma, a külső pedig fordítva széthúzódik. Eredményképp bal szem egyenesen néz, a jobb pedig belülre kancsalít. Mit javasol az ortodox medicína? Egyszerű megoldást, műtétet. Ezt a megfeszült izmot felvágni, széthúzni és megvágni, bevarni és a helyére fordítani a szemet. Béc kategorikus ellensége volt bármilyen szemizom műtéteknek. És ő javasolta az egyszerű és érthető sémáját a kancsalítás természetes kezelésének. Mégpedig ezt a belső hosszirányú megfeszült izmot meg kell lazítani egyszerű gyakorlatok segítségével, és más ilyen egyszerű gyakorlatok segítségével pedig ezt az ellazult külsőt meg kell jó tornáztatni, és az izmok maguk helyre rakják a szemet. 12 év alatt, amióta hivatásosan foglalkozom a látás helyreállításával, nekem óriási tapasztalatom van a felnőtt kancsal emberek iránti segítségben. A gyerekeknél pedig a kancsaliság helyrehozható még egyszerűbben,
mint a felnőtt embereknél, mert a gyerekek szemei növekednek, a szemizmaik nincsenek besalakosodva, elasztikusak. Ahogy csak otthon a szülők megkezdik foglalkozást e program szerint, a gyerekeknél naponként látható, hogy a gyermek látása jobb és jobb, úgy szinte a gyerekeknél nagyon hamar javul a módszer segítségével a kancsalság is. Mindannyian tudják, volt nálunk egy színész komikus, Szeveli Kramorov. Neki nagyon különös belső kancsal kinézete volt. Neki meg volt feszülve a felső és belső hosszirányú szemizmok, az alsó és külső pedig el voltak lazulva, és a szeme neki kancsalított belülre is fel. Ez leírhatatlanul komikus kinézetet adott neki. Csak úgy nem lehetett ránézni mosolygás nélkül. Ő 20 évvel ezelőtt lelépett Amerikába, és az első, amit neki Amerikába javasoltak, Bates módszerével helyrehozni a kancsal szemét. Ő beleegyezett, egy hétig járt foglalkozásokra, helyrehozta a szemét, és teljesen elvesztette a komikus vonzalmát. Amerikában ő már ismert lett, mint drámai színész, és nem mint komikus színész. És a negyedik látási zavar, mely helyrehozható Bates módszerével, mellesleg helyrehozható csak Bates módszerével, az asztigmatizmus. Asztigmatizmus átfordítva magyarra képtorzulása. Asztigmatizmus az a látási zavar, mely előtt meghajol a teljes tehetetlenségben a szemüveges medicína. A szemüveg segítségével kompenzálni lehet a henger alakú asztigmatizmus ritka eseteit, mikor a nagyon bonyolult és drága szemműtétet, szemüveget így forgatják a szem előtt, és valamelyik állásban az ember tényleg jobban lát. Bates bebizonyította, hogy az asztigmatizmusok még mindig a hat szemizom helytelen munkája. Az ember szemizmai meg vannak feszülve, és különböző képen. És különböző oldalakról különböző erővel nyomást képeznek a szemükre. Az ember szeme pedig híg. És mert különböző oldalakról különböző erővel képeznek nyomást, a szem elveszti szimmetrikus formáját, benne felborul a szimmetrikus optikus sugarak iránya, és a kép megkezd szétmosódni, szétkenődni, néha kettőt lát, hármat, néha az egyik kép elcsúszva a másikra fekszik, mindez a jelenség, melyet neveznek egy szóval asztigmatizmus. De hogy valamivel érthetőbb legyen, mi az, hogy asztigmatizmus, képzeljék el. Én veszem a gyerek lufit, és felülről is oldalt erősen összenyomom. Ez nálam lent kipuposodik, mint a sírv. Nos, kb. Ugyanezt teszik a szemeinkkel is a megfeszített izmok. Nos, például, legyenek erősen megfeszítve a felső izmok és oldalsók. Az alsó izmok pedig meglazulva. Akkor ilyen formát fog ölteni a szem. Világos, hogy az ilyen nem szimmetrikus szemben soha nem kapnak jó képet. Mikor pedig az ember Bates módszerével ellazítja minden szemizmát, a szem a bőséges belső nyomásnak köszönhetően megint visszanyeri a szimmetrikus gömb alakú formáját, helyreáll az optikai sugarak szimmetrikus járata, és az asztigmatizmus az embernél elmúlik. Nálam ez alatt 12 év alatt óriási tapasztalatom van felnőtt asztigmatikusok felé segítségnyújtásból. Mellesleg mi észrevettük, hogy minden ember, ki szemüveget hord, ők rövidlátás, távollátás mellett mindannyian még asztigmatikusak is. Egyszerűen az orvosok nekik erről nem beszélnek, mert ők ezt gyógyítani nem tudják. De az, hogy nem sikerül kiválasztani az embereknek a szemüveget, hogy ő megint láthassa 5 méterrel a 10. sort, ebben a szemüvegben ez pont arról beszél, hogy a szem el van torzulva, és semmilyen szemüveggel ezt a torzulást kompenzálni nem sikerül. Nekem 9 évvel ezelőtt sikerült először üdülnöm Szocsiban. És ott engem a strandon felismertek a hallgatóim Tyumeny városából. Vladimir Georgievics, ez ön? Igen, én. Ó, milyen nagyszerű, mennyire megsegített minket. A szemüveget levettük, látásunkat helyrehoztuk, egy halom elragadtatás. Harmadnapra már végképp felbátorodtak és mondják, mi beszéltünk önről a szanatóriumban, de nekünk senki nem hiszi azt, hogy egyedül gyakorlatok segítségével helyrehoztuk a látásunkat. Az érdeklődés viszont nagyon nagy, a szemüvegesekből sok van, eljönne hozzánk estére. Elmondaná, önnek az biztos elhiszik. Mondom, semmi akadálya, semmi dolgom, estére eljövök. Elmentem, elmondtam, megtetszett, második, harmadik szanatóriumban meghívtak. A negyedik szanatóriumban pedig bemegyek. Ül egy hölgy. Ön Zsdánó professzor? Mondom, igen, én. Ő mondja, tudja, nekem egész életemben rossz volt a látásom, és nekem egész életemben nem tudják kiválasztani a szemüveget. Ez mellesleg első jele az erős asztigmatizmusnak. Megfelelő szemüveget nem tudnak adni. Én kérdezem őt, a betűket téveszte a táblán? Ez a második jele az asztigmatizmusnak. Ó, téveztem, keverem. Mondom, tessék, önnek asztigmatizmusa van. Igen, igen, az orvosok is mondják asztigmatizmus, de kezelni nem kezelik.
Mondom, tegyünk egy olyan dolgot, én most megmutatok mindenkinek lazító gyakorlatokat, ön ellazítja a szem minden izmát, aztán pedig az ujjával különböző helyeken a szemhéján keresztül megnyomkodja a szemgolyót, és megtalálja azt a pontot, hova az ön szeme maximálisan deformálva van. Az a pont pedig az az irány, hova a szeme maximálisan deformálva van, ezt a pontot nevezik a szem asztigmatikus pontjának. Ha ezt az ujjonkan megtalálni, és ezt megnyomni, mi egyből megjavítjuk a szimmetriát, és egyből ebben a szemben javul a látás. Nos, ő a második sorban ült, a második sorból a második sort látta. Én megmutattam a lazító gyakorlatokat, és most pedig mondom, keressük meg, kérem, az asztigmatikus pontokat. Ő az egyik helyen megnyomta a másodikban, a harmadikban, és felkiáltott. Ő meglátta ezzel a szemével a hatodik sort. Ő mondja, ilyen élesen ezzel a szememmel soha életemben nem láttam. Mondom, tessék, önnek asztigmatizmusa van. Ő mondja, akkor most mi van? Egész életemben így járjak, nyomjam a szemem és nézem a világot? Mondom, nem. Járni a világot így nézni nyomva az ujjával nem kell. Egyszerűen tudnia kell, hogy a látás az ön szemeiben van. És ha e módszer szerint megkezd foglalkozni, akkor mint minimum a hatodik sort ön meglátja. Ha pedig még tovább fog foglalkozni, akkor megláthatja a nyolcadikat, a tizediket is. Mellesleg az ember kifejlesztene a látását, helyrehozni a látását képes abszolút bármilyen korban. Nos, nekem 45 éves korig ellenőrizve a látásomat mindig jobbba a szemem 100%-os. Jobbba 100%-os. 45 éves koromban megkezdtem magam megszabadítani a távollátástól. Plusz 2. Én megkezdtem ezeket a gyakorlatokat, megszabadultam a távollátástól, de egy gyakorlatok eredményeképpen nálam hirtelen kifejlődött a távolsági látásom is. És most az én jobb szemem távolba lát 200%-ra, a bal pedig 150%-re. Mi az, hogy 200%-os látás? Én a tizedik sort ezen a táblán nem 5-ről, de 10 méterről a jobb szememmel minden betűt megnevezek. A bal szememmel pedig 7 méterről. No, de a bal szemem gyerekkoromban traumát kapott, és a trauma következménye mai napig mutatja magát. Főleg bámulatos eredményeket már, ahogy mondtam, mutatnak a gyerekek. Ha a gyerekekkel otthon megkezdenek foglalkozni, a gyerekek tudnak 200-300-500%-ig kifejleszteni a látásukat. 30 méterről a gyerek még 25-ről kezdi látni ezt a sort. Nekem van egy nagyon jó barátom, fiatal korában annyira hatalmasan teleszkópikus látása volt, ő este semmi nélkül az egész az égen látta Jupiter műholdjait, a Szaturnusz gyűrűit, ő a hegyekben 5 kilométeres távlatból egyik domboldalról a másikig az ösvényt látta. Az emberek kukkerben nem látták, ő pedig a szemével látta. És a mi balkezes földénk megpatkolta a bolhát, és emellett a balkezesünk nem használt semmilyen optikai felszerelést. Neki annyira fejlett volt a mikroszkópikus látása, hogy ő látta ezt a kis lábát, talpat, patkót, ő még a nevét is felkarcolta, minden szegfejen balkezes. Nos, Szentpéter váron lakik a világhíres sebész akadémikus, a világ minden medicinai akadémiájának Fjodor Georgyevics Csugló. Ő ez év október 5-én töltötte be a 101. évét. Ő mai napig végzi a műtéteket a klinikáján. Ő benne van a Guinness rekordok könyvében, mint a földbolygó egyedüli sebésze, kinek a sebészi gyakorlata több mint 75 év. 76 éve ő operálja az embereket, vagyis a mai napig. És a 100. éve előtt, ez egy év és néhány hónapja ezelőtt, az újság bizonyítékok és tények először hozta nyilvánosságra a cikket Csugló akadémikusról a 100. éve előtt. A cikk neve Szike a 100 éves kézben, és még 2 hónappal a 100. éve előtt megint csak a központi tévé történelmébe először Csuglóról mutattak egy dokumentumfilmet, melynek címe ez volt, a hosszú élés génje. És ott mutatják, Csugló 99,5 éves, itt ő végzi a műtétet, elvégezte a műtétet, kiment meg most a kezét, bejött a saját Volgája volánya mögé, és Szentpéterváron keresztül elutazott a telkére. Megérkezett, elapáltotta a havat, betette az autót, befűtötte a gőzfürdőt, jót szaunázott, kiment a hóban, megfetrengett. Ő is Szibéria is rátsz, aztán pedig beült az asztal mögé dolgozni valamit. És ők mondják, figyeljék meg, az akadémikus 100 éves, ő vezeti az autót, és szemüveg nélkül olvas. Vagyis jó a látása közelre és távolra. De ez nem egészen így van. Csuglónak 41 éves korában az órára akasztották a plusz másfeles szemüveget. 45 éves korában pedig plusz 2-es, és ő 50 évet az életéből olvasott írt végezte a műtéteket szemüvegben, plusz 2,5.
A 99. évben, 6 évvel ezelőtt Belarusia elnöke Lukasenko szervezett Minszkben egy köztársasági konferenciát ilyen érdekes megnevezéssel: józanság és az egészséges életmód a jövő stratégiája Belarusiának. És erre a konferenciára ő meghívta Uglovot Szentpéterváról és engem Novoszibirszkből. Nos, mi nappal részt vettünk a konferencia munkájában, esténként pedig vezettem egy hetes bemutató tanfolyamot a látás visszaállításáról. Én a belorussziai kollégáimnak tanítottam ezt a módszert Uglovval, pedig egy szobában laktunk. Én este hónom alá táskát, ő kéri, te hova? Mondom, hát a látást helyrehozni. De hát én is szemüvegben vagyok. Mondom, akkor menjünk. Ő összesen csak 4 estén át volt, és én neki még a szállodában megmutattam néhány gyakorlatot. Ő 3 hét múlva levette a 2 és feles szemüvegét, és most már 6 éve ő ír, dolgozik, végzi a műtéteket szemüveg nélkül. Találkoztunk egyszer Szevasztopolban egy nemzetközi szemináriumon, ő meglátott engem, beugrott a nyakamba, mondja: Vlagyimir Georgievics, hol volt ennyi éven keresztül? El sem tudja képzelni, milyen kínlódás ez egy sebésznek, 50 éven keresztül szemüvegben műteni. A veréték mindig beönti a szemüveget. Ilyen módon, ha mindezt összefoglalni, amit itt mondtam, az amerikai szemész professzor William Bates 1901-ben, 101 évvel ezelőtt, sőt 104 évvel ezelőtt megjelentetett egy tudományos munkát, melyben bebizonyította, hogy mind a 4 látási probléma, rövidlátás, távollátás, kancsalság és asztigmatizmus, össze van kötve az embernél a 6 szemmozgató izom helytelen munkájával. Némely izmok rendkívül meg vannak feszülve, némelyek pedig rendkívül lazák. Eredményként egyes embereknél megjelenik a rövidlátás, másoknál a távollátás, a harmadiknek a kancsalság, és majdnem mindenkinél megjelenik az asztigmatizmus. Többennél Bates kidolgozta a gyakorlatok rendszerét, mely megfeszült izmokat ellazítja, a gyengéket pedig megtornáztatja, és az ember látását helyrehozza. E gyakorlatok alapját ő átvette az észak-amerikai indiánoktól. Az indiánoknál ki volt dolgozva sok ezer éves kultúrája a látás fejlődésének és karbantartásának, a fiúknál, az ifjúknál, a férfiaknál és harcosoknál. És Bates kifigyelte, hogy az indiánok állandóan csinálnak valamilyen gyakorlatokat a szemeikkel. Ő megértette a gyakorlatok lényegét, mint szemorvos professzor megértette a rendeltetésüket, és kidolgozta a saját módszerét. Bates módszerének nemrég ünnepeltük a 100. évét. És persze felmerül az abszolút törvényes kérdés is, miért nem tudunk mi erről önökkel majdnem semmit? Némely naív emberek mondják: Vlagyimir Georgievics, és miért ne lehetne önnek egyszerű, érthető nyelven az egészségügyi programban elmondani az embereknek, mi az ábra, megmutatni mindezeket a gyakorlatokat, de ennek bármennyire is furcsa, 3 nyomós oka van. Az első ok pénzügyi. Az évenkénti tiszta haszon a szemüvegek kontaktlencsék eladásából és szemműtétekből a világon meghaladja az 50 milliárd dollárt. Azaz 50 milliárd dollár 100 éve nem ad lehetőséget a tudományos igazságnak áttörni a fogyasztóhoz, ki ez igazsághiányától annyira szenved, hogy sokan meg is vakulnak. A második ok, az is banális. Ez a medicinának csontossága. 100 éve ismeretes Bates pontos elmélet a szemről, mely szerint az emberek leveszik a szemüveget és helyrehozzák a látásukat. Mai napig az országunk minden orvosi egyetemén a diákok valamiért csak a German-Goltz elméletét tanulják, mely szerint már az első látási problémánál szemüveget kell akasztani a szemre, és végül eljutatni az embert a vakságig. A mi legfőbb szembetegségi egyetemünk Moszkvában minden fiók intézete az országban, tudják, kinek a nevét viselik? Az örök kenyéradónak, German Gelm Goltz nevét. És a harmadikuk, az is banális. Ahhoz, hogy az ember helyrehozza a látását, neki foglalkoznia kell magával, kicsit foglalkoznia kell. Át kell térni a józan egészséges életmódra, helyesen táplálkozni, meg kell tisztítani a szervezetet, szemizmokat, szemeket, a felgyülemlett salakoktól, visszaállítani a rugalmasságokat, meg kell végül is csinálni ezeket a gyakorlatokat. De sokak számára, ahogy az kiderül, ez egyszerűen elfogadhatatlan. Kiderül, hogy egyszerűbb járni az orvosokat, nyavajogni, hogy neked új szemeket tegyenek, csak hogy magadnak emellett semmit ne kelljen csinálni. Ez a 3 ok, úgy gondolom, komolyan visszatartják Bates módszerének az életünkben való alkalmazását. Néhány szót a szembetegségekről.
Nálam a tanfolyamokon Moszkvában, én még állandóan Moszkvában dolgozom, kb. Harmada az idős emberek beteg szemekkel. Zöld hályog, szürke hályog, nos egyszerűen kaszálja az idősebb korosztályt. A zöld hályog és szürke hályog oka bármennyire is furcsának tűnhet, nagyon egyszerű. Ez stagnálási jelenségek a szemekben. A helyzet az, hogy az ember szemei táplálva vannak vérrel, úgy szint a szemmozgató izmokon keresztül is. És ha az izmok jól fejlettek, ők táplálják a szemet vérrel, állandóan masszírozzák azt, összehúzva, széthúzva, a szemekben normális az anyagcsere, és az ember szemei egészségesek. Elég, ha csak felborul a szemmozgató izmok munkája, elsősorban szemüveg miatt, melyet kiírnak, egyből hirtelen romlik a szemvérrelátása, felborul az anyagcsere, és megkezdődnek a szemekben a stagnálási jelenségek. Eltömődnek a kivezető járatok, emelkedik a nyomás, tessék parancsolni, itt van a zöld hályog. A salakok megkezdenek lerakódni a szemlencséken, az üveg hátsó test belsejében, tessék parancsolni, ez a szürke hályog. És mikor hozzám jön konzultációra a soron következő anyóka, és mondja nekem, doktor, az orvos azt mondta, kezdő szürke hályogom van, várjam, míg megérik. Engem az ilyen szavaktól tényleg a hideg kezd rázni. Mi az, hogy várja, míg megérik? Vagyis várd, anyóka, míg megvakulsz. És mikor megvakulsz, akkor gyere, és megbeszéljük a nagyon veszélyes és a mai napra nagyon költséges szemműtét kérdését. Az emberek 90%-ának, kiknél van a kezdeti zöld és szürke hályog, nagyszerűen segít Bates professzor tornája. Az ember megkezdi tornáztatni a szemeit, helyrehozza a szemizmok munkaképességét, helyrehozza a szemvérrelátását, és ezek a stagnálási folyamatok maguktól szétoszlanak. Mellesleg az emberi szervezet képes a regenerációra. Önöknek a huligánok az autójukon végighúzták a szeget, mi lesz akkor? Átrosdál és lyukas lesz. Én az ujjamat megvágtam, megteremtettem a körülményeket, hogy ne genyesedjen be, és egy hónap múlva begyógyult, még heget sem látni. Vagyis a szervezet, ha megteremteni a körülményeket, képes helyrehozni a szervek normális életfunkcióit. Erre van lényegében alapozva Bates módszere. Megteremtjük a körülményeket, körülményeit a normális vérellátásnak, és ezek a betegségek megkezdenek hátrálni, szétoszlani. Nálam ez alatt a 12 év alatt óriási tapasztalatom van az emberek felé segítségnyújtásból, kiket az orvosok műtétre ítéltek, de még a teljes vakságra is. De a legvilágosabb eset a sajnos az anyukámmal történt. Nálam az anyukám első osztályos rokkant cukorbetegségből, és mikor először utaztam Moszkvába egy hónapra, kiküldetésbe elutazásom után egyből nála megkezdődött robbanásszerűen a szürke hályog. Ő hirtelen egy hét leforgás alatt nem tudott olvasni, tévét nézni, és felismerni a rokonokat. Kihívták az orvost, ő, hogy csak meglátta, ó, hát mit akarnak ezzel, 80 éves cukorbeteg, ez már vakság, kész. Itt a medicina tehetetlen, lehetetlen bármit is tenni, semmilyen műtétet persze végezni nem lehet. Nos, itt vannak a csepek, csepegtessen, de mindez hiába való. Én megkérdeztem az anyukámat, nem lát. Mondom, anya, neked ezek a csepek segítenek? Ő mondja, nem. Mondom, a szemétbe vele. És mondom neki, minden étkezés előtt igyad és csepegtesd a propoliszt, és végezd ezt az egyszerű szemgyakorlatokat. És miért az étkezés előtt? A helyzet az, hogy étkezés előtt az ember vére úgymond éhes. Az éhes vér pedig rendelkezik egy fontos fiziológiai tulajdonsággal. Ez a sejtekből és szervekből magára veszi a salakokat. Mellesleg erre van alapozva a gyógyító bőt alapelve. Az én anyukám nagyon kötelességtudó ember, minden étkezés előtt itta és csepegtette a propoliszt, mielőtt elmondta a mi atyánkat, elvégezte a szemgyakorlatokat, ő egy hét múlva megint mindannyiunkat látott. Eltett még két hét, nézem, ő már a tévét is lesi. Ő már olvasgatni is tudott, de az olvasást abba hagyta, mint könyvelő egész életében óriási terhelés a szemekre, de a látása az visszajött, bár az orvos azt mondta, vakság és a téma le van zárva. Ezért, ha valakinél önök közül kezdődő zöld vagy szürke hályoga van, még ha nem is kezdődő feltétlen, keressék a hasonló tanfolyamokat, hol sok ember számára ez reális lehetőség kikerülne a nagyon komoly bonyodalmakat az életükben. Nálunk, ahogy az kiderült, senki nem tudja, és még csak nem is propagálják a katarakta kezdő stádiumát. Nos, mikor reggelenként önök felébrednek, felnyitják a szemüket, nézik a mennyezetet, a szemük előtt pedig valamilyen muslicák kuszkálnak, foltok, valamilyen szemét. Nos, ez kezdő stádiuma a kataraktának. Ez az első fütty abból a bizonyos vakvilágból.
Ezek a muslicák el tudnak 5-10 évig is úszkálni, aztán pedig az egyik pillanatban hirtelen csak behártyásodik, ködben úsznak a szemek, és ahogy azt mondják, várd, még megérik, készítsd a pénzt a műtétre. Néhány szót a medicináról. Bates módszere nem medicinai módszer, ez pszichológiai oktató módszer. És az egész világon Bates módszerével foglalkoznak nem szemorvosok, hanem foglalkoznak pedagógusok és pszichológusok, mert ezzel a módszerrel senkit sem kell gyógyítani. Itt az embert meg kell tanítani. Megtanítani letenni a szemüveget, megtanítani ellazítani a szemizmokat, megtanítani megtornáztatni azokat, vagyis kell egy képzett oktató pedagógus, és a szemorvosok hozzáállása ehhez a módszerhez ugyancsak vegyes. Én mikor 94-ben egy hét alatt helyrehoztam a látásomat, plusz 2, én szárnyaltam haza, nem mentem. Na gondolom, most az egész világot felforgatjuk, a feleségem pedig nagyon befolyásos medicinai főnök. Ő igazgatja az egész poliklinika szolgálatot Novosibirskbi akadémikus városkában. Én megérkeztem és mondom, rendezd nekem egy találkozót a szemorvosaiddal. Én nekik elmondom az egész igazságot, mivel foglalkoztak egész életükben. A feleségem pedig szó szerint meg volt döbbenve, hisz én elutaztam, nem láttam. Hisz én visszajöttem a könyvet, újságot, megint szemüveg nélkül olvasom. Ő mondja, hát persze. Reggelre csenget, gyere, várnak téged. Bemegyek az irodába, ül három szemorvos, mind a hárman, mint akit kiválogattak, szemüvegben ülnek. A főnökük pedig a legvastagabban, plusz 5. Mondom, szavaztok, fiúk, ők mondják, szavaz. Én mondom, ti valamit hallottatok Bates módszeréről? Hát persze, hogyne, de mi ebben nem hiszünk. Helyrehozni a látást lehetetlenség. Mondom, akkor viszlát, megfordultam és elmentem. Ha egyszer az ember tudják, és nem hisznek, ők dolgozni nem fognak. Ha pedig nem dolgoznak, akkor pedig tuti, hogy helyre nem hoznak semmit. Visszatértem a feleségem irodájába, és mondom, az első foglalkozásaimat megtartom a te poliklinikádon, és te is kiárod, hisz te is orvos vagy, neked is megromlott a látásod, feleségem, mondja, igen. Kijárta a feleségem az egy hetet, helyrehozta a látását, most nagyszerűen lát szemüveg nélkül. Az utolsó foglalkozáson pedig én mondom, a mi csoportunkban volt egy szemorvos, nos, mit mond nekünk a szemorvos? Ő pedig előre lépett és mondja, a módszer nagyszerű, de egyik szemorvos sem fog ezzel foglalkozni. Kérdem, miért? Önök nem értik a szemorvos munkájának sajátosságát. Az orvosnak a páciensére adva van 10 perc. 10 perc alatt érkezni kell, kihallgatni a panaszokat, leellenőrizni a látását, kiválasztani a szemüveget, kiírni a receptet, és még hozzá érkezni, kiáltani az ajtóban, rosszabb lesz, gyere, jóval vastagabb szemüveget kiválasztunk nálunk, ez a dolog nem rozsdálódik be. Te pedig az emberekkel bajlódó, végül is ez egy hetes tanfolyam, 3 órás foglalkozások, a házi feladatok, gyakorlatok, dolgozatok, edzések. De hát még szemorvosnak kell egyáltalán az önök látása? Önökön kívül senkinek sem kell az önök látása. Kiírta az orvos a szemüveget, tovább pedig mi lesz a szemüvegtől, ő ezt már nem érinti. De vannak már szemorvosok, akik arccal e módszer felé fordultak. Részben az én kollégám, az egyetemünk docense, Jevgenyi Mihálovics Málisev, ő is pszichológus, ő hasonló hirdetést adott ki Tomszk városában, és az első foglalkozásra a vetítőterembe eljött a térség fő szemorvosa. Ő eljött, ez egy hölgy, dühösen, nemes céllal leleplezni a soros, begyepesedett sarlatánt. De szemüvegben jött el. Ő elmondta, megmutatta a gyakorlatokat. A hölgy a gyakorlatok után jobban kezdett látni egy sorra, és őt ezt annyira meglepte, ő nem is tudta, hogy a látást helyre lehet hozni. Ő elsőként iratkozott be a tanfolyamra, kijárta, letette a szemüveget, helyrehozta a látását. Most a leglelkesebb hírnöke ennek a módszernek ez a szemorvosnő. Ő maga ehhez a hasonló tanfolyamat nem tudja megtartani, nos nincs neki ez az oktatási talentuma, de minden barátjának és ismerősének ő mondja ugyanazt. Ha még maradt egy kis olaj a fejetekben, menjetek tanfolyamra, menjetek foglalkozásra, menjetek egyedül dolgozatok, hozzátok helyre a látásotokat. Nos, ha már végképp elustultok, akkor gyertek, kivágjuk a szemeiteket, ezek a műtétek tőletek úgymond sehova messzire nem mennek el. Nekem most Moszkvában az utolsó 2 évben nagyon sok ember, ezek reménytelen betegek, kiket a szemorvosok hozzánk küldenek tanfolyamra, és mondják, ha már ez sem segít önöknek, akkor már nem segít semmi. Ez is érdekes, hogy megfordulnak az emberek, mert érték, hogy van nagyon sok dolog, melyeken segítenek az egyszerű tornák, egyszerű vérellátása a szemnek sokkal jobb, mint bármilyen műtét és más manipulálások a szemmel.
Néhány szót a kérdésekről. Mikor először hívtak meg engem Moszkvába 6 évvel ezelőtt, engem itt senki természetesen nem ismert. Adtak egy sikertelen reklámot Moszkva visszhangjában, a moziterem zsúfolásig lett. Nos, én kimegyek, nagy lelkesen először szerepelek Moszkvában, magyarázom, mindezt mutatom, de tudják, valamilyen hidegség, valamilyen bizalmatlanság, valamilyen megvetést éreztem. Mit jössz te itt nekünk Szibériából, professzor? Nálunk itt akadémikusokból még meg sem lehet számolni. Itt meg egy professzor akarja megnyitni a szemeinket. Nos, én megmutattam mindezeket a gyakorlatokat, az egyik báró pedig ül és kiállt a helyéről. Akkor most mi van? Nekem ezeket a gyakorlatokat egész életemben csinálnom kell? Én meg óvatlanul megkérdeztem őt. Kérdem, ön mosakszik? Mondja, mosakszom. Mondom, és meddig akar még mosakodni? 3-4 nap és elég, tehát ez őrület, ez az ember egész életében mosakszik. Ő mondja, nem vettem a lapot. Mondom, hát jár a fürdőbe? Mondja, járok. Mikor? Szombatonként. Hány órát? Kb. 4-et. Mondom, hát akkor ideje befejezni. Ez az ember minden szombaton 4 órán át a fürdőket járja. És itt ő már kapcsolt, hogy a szem ez ugyanolyan szerv, mint a mi fogaink, melyeket tisztítunk, haj, melyet ápolunk, test, melyet megmosunk. Nos, szabad folyást adsz neki, hát megkapod azt, amit vetettél. De a legérdekesebb az, mikor az ember így néhány héten keresztül fokozott módszerrel hozza helyre a látását, ezután neki, hogy megőrizze a nagyszerű látását, direkt időt szánni rá már nem kell. Nos, állsz a megálló, nincs mit csinálni. Fogtad, elvégezted a szemgyakorlatokat. Nos, utazol valamiben, nincs mit tenned, elvégezted a szemgyakorlatokat. Az pedig így elég ahhoz, hogy egész életedben nagyszerű látásod legyen. Önökkel most a következőket tesszük. Mi most leellenőrizzük a látást, azután megmutatom önöknek a gyakorlatokat, hogy önök meggyőződjenek arról, hogy ez nem csak üres beszéd, aztán pedig elmondom, hol fogunk foglalkozni, hogy kell beiratkozni, és így tovább. Megkérek mindenkinek, kinek a zsebében van szemüveg, akasszák a szemüveget, kérem az órukra. Mindenki, kinek a zsebében van szemüveg, vegyék fel, kérem. Vegyék fel, kérem, a szemüveget. A pluszost is. Mindenki, akinél van pluszos, minuszos, asztigmatizmus, bármelyik szemüveget, mely van önöknél, a lyukacsost kivéve. Akasszák, kérem, az órukra. Felrakták. Kitűnő. Most pedig figyelem. Mindenki, ki szemüvegben olvas, ki olvas szemüvegben, emeljék fel a kezüket. Nos, a szemüvegen keresztül, melyekben önök olvasnak, nézzenek az én irányomba a szemüvegen keresztül. Ha önök, ne adj Isten, az én árnyéképemet látják, itt már baj van. Ez azt jelenti, hogy önöknél kezdődik a távollátási komplikáció. Fejlődik kifele az a hipermitropia, lapos szem. Ez azt jelenti, hogy önök sürgősen nem kezdik végezni ezeket a gyakorlatokat, nagyon hamar az orvosok kiírnak önöknek szemüveget is a tévéhez és ahhoz, hogy járjanak Moszkva fagyos utcáin. Ha abban a szemüvegben, melyben az ember olvas, ő 1 méteren túl nem lát semmit, minden szétmosódik 1 méteren túl, ez nagyszerű. Ez azt jelenti, neki tiszta távollátása van, 5-6 napi foglalkozás, ez eltűnik és megint lát a szemüveg nélkül, és olvas, ír, lát normálisan. Most pedig mindenki a helyéről szemüvegen keresztül nézzenek a táblára, és jegyezzék meg, melyik sort látják szemüvegben. Melyik sort látják a szemüvegben? Mi az, hogy látom a sort? Nem kell hunyorogni, erőltetni sem kell, egyszerűen a szemeik nyugodtan nyitva vannak, nézzük, melyik sort látjuk. Látom a sort, ez jelenti, hogy ebben a sorban meg tudok nevezni minden betűt. Nos, ha minden betűt meg tudok nevezni, ez jelenti, hogy én a sort látom, mert ha valakinek muslicát lát, az már... Meg kell, hogy nevezzenek minden betűt. Megjegyezték, most pedig vegyék le mindenki a szemüveget, és nézzenek szemüveg nélkül a táblára, és jegyezzék meg, melyik sort látják szemüveg nélkül. Sajnos sok rövidlátó embernél a válasz ilyen, nem látok semmit. Ez is válasz, normális válasz. Megkezdenek foglalkozni, látni fognak szemüveg nélkül, így, mint szemüvegben, de még jobban is. Vagyis lehet látni úgy, mint szemüvegben, és még jobban. Most pedig mutatok önöknek néhány gyakorlatot, ellazítására és tornáztatására a szemmozgatóizmok számára. Ezeket a gyakorlatokat már a mai naptól önök hozzácsatolhassák a látás helyreállító gyakorlataik arzenáljához. Az első gyakorlatot, melyet ma önökkel megtanulunk, úgy nevezik palming. Az angol szóból palm, tenyér.
Mindannyian tudják, hogy a tenyereink rendelkeznek valamilyen ismeretlen a tudomány számára, de nagyon gyógyító kisugárzással. És az ember saját magát a tenyereivel állandóan önkéntelenül is gyógyítja. Jaj a hasam, jaj a fejem fáj, jaj a fülem, jaj a fogam fáj, és állandóan igyekszik a tenyerét a beteg helyre tenni. Kiderül, hogy a saját tenyerünkkel lényeges segítséget tudunk nyújtani, ami elfáradt és beteg szemeinknek is. Hogyan kell csinálni a pálmingot? Nos, tegyék így a tenyerüket egybe, mintha a tenyerükből itatnák a madárkákat. Az ujjaik mind egyben, hogy a víz ne folyjon ki. Az ujjak egyben, nem kell erősen bemélyíteni, majdnem egyenes tenyerek. Most pedig tenyérrel hozzánk az egyik kezük ujjaival, letakarjuk a másik kezünk ujjait, hogy sikerüljön a tetőhöz hasonló alakzat. Egyenes szögben nem így, hanem így. Egyenes szögben, hogy egy tető sikerüljön. Nem, a könyökét szélesebbre kérem. Igen, így, még szélesebbre, még, így bizony. Most pedig ezt a tenyér konstrukciót felteszik a szemeikre, szemüveg helyett, úgy, hogy keresztezett ujjaik a homlokuk közepére kerüljenek, az órok kinézzen a kis ujjak és tenyerük között, a szemeik pedig betaláljanak pontosan középre a tenyerek gödreibe. Most tegyék fel, kérem, a szemeikre. A szemüveget le kell venni, ezt nem szemüvegre, a szemeikre kell tenni. Szóval feltették tenyereiket a szemeikre, tartjuk mindannyian, tartjuk tenyereinket a szemeinket. Kérem, figyeljenek arra, hogy a tenyereik között feltétlen kinézzen az orruk. Ehhez lehet valakinek kicsit feljebb a homlokukra kell tenyereiket emelni, vagy lejjebb mozgassák meg tenyerüket a szemeiken, hogy tenyereik között feltétlen kinézzen az orruk. És szükséges, hogy ez az orr feltétlenül lélegezzen, azt nem kell beszorítani, mert az vörösödik, kékül, vagyis nyugodtan kinéz a tenyerek közül és lélegzik. Most pedig mindannyian a tenyereik alatt nyissák ki szemeiket, és így a tenyereiket nyomják az arcukhoz, az órukhoz. Mozgassák meg a tenyereiket, hogy a szemeik nyitva legyenek, fény pedig ne érje a szemeket, hogy ne legyenek rések sem az óruknál, sem az arcuknál sehol. Hogy a tenyereik szorosan bezárják a szemeiket, a szemeik pedig bekerülve a tenyereik gödrébe nyugodtan bezáródjanak, kinyíljanak, és ezért a fény nem érinti a szemeket. Nos, egy gyakorlatot nevezik úgy, hogy palming. Tudományos szempontból ez pioforez szem. Ez átmelegítése a szemeinknek saját tenyereink melegével. Levettük a tenyereinket, szemeink zárva vannak, most pedig megmutatom, hogyan kell klasszikusan végezni ezt a gyakorlatot. Dörzsöljük meg tenyereinket, hogy felmelegedjenek, megdörzsöltük tenyereinket, hogy felmelegedjenek, összeraktuk a tenyereinket, mint házikót, feltettük a szemeinkre, a szemeink zárva, könyökeinket pedig támasszuk az előttünk lévő szék támlájára. Ez a szék szélére kell ülni, hogy nyugodtan tehessék könyökeiket a támlára, és kényelmesen ülhessenek. Figyeljenek arra, hogy a fejük ne legyen hátra esve, és ne legyen erősen előrehajtva. Nos, azok, kik az első sorban ülnek, a könyökeiket tegyék vagy a térdeikre, vagy a karfára, vagy szorítsák a mellkasukhoz, hogy csak a könyökeik ne legyenek a levegőben. Ezt a gyakorlatot úgy nevezik palming. A szemeik ekkora zárva vannak. Nos, ettől a perctől mindig, mikor olvasnak, írnak, tévét néznek, dolgoznak a kompjúteren, ahogy csak megérezték, hogy szemeik elfáradtak, mindent oldalra kell rakni, kezeiket melegre dörzsölni, és megcsinálni a palmingot. 3-5 perc, 5 perc múlva, mikor megnyitják a szemeiket, önök meglepődnek, mennyire jót pihentek, és készek lesznek a további munkához. Vegyük le a tenyereinket, kérem, vegyük le a tenyereinket. Most pedig mutatok önöknek néhány gyakorlatot a meggyengült szemmozgató izmok tornáztatására. Figyelem! Palming alatt akár egész nap is lehet ülni. Ez nem veszélyes, ez hasznos. Minél több, annál jobb. De azokat a gyakorlatokat, melyeket most megmutatok önöknek, ezeket sokáig nem szabad csinálni. Ha önök sokáig fogják is csinálni, megfájdulnak a szemeik, önök elátkoznak mindent a világon, és soha többé nem fognak ezzel foglalkozni. Ezért azokat a gyakorlatokat, melyeket most önöknek megmutatok, szabad csinálni csak 3-szor naponta. Reggeli előtt, ebéd előtt és vacsora előtt. És nem többet annál, amennyit mutatok önöknek. Ezen kívül ezekhez a gyakorlatokhoz, ehhez a szemtornához léteznek ellenjavallatok.
Első ellenjavallat, ha az embernek fél évvel ezelőtt volt műtétje, vagyis kevesebb, mint fél év műtét után, vagyis bármilyen szemműtét után várni kell fél évet, hogy ott minden begyógyuljon, beforjon, és csak ezután lehet csinálni ezt a szemtornát, melyet most megmutatok önöknek. És a második ellenjavallat, ha az embernél le van válva a recehártya. A levált recehártyával végezni ezt a tornát nem szabad. Önök előidézhetik maguknál a további leválást, ezért a recehártya leválásánál el kell menni az orvosokhoz. Most vannak módszerek, visszahegesztik a recehártyát. Hegesztés után várni kell fél évet, hogy az jó begyógyuljon, és csak ezután lehet óvatosan kezdeni csinálni ezt a tornát. A palmingot pedig lehet csinálni, és hasznos végezni mindenkinek. Hogyan végezzük a szemtornát? Ezt végezni kell szemüveg nélkül, emellett az arc mozdulatlan, dolgoznak csak a szemek. Hirtelen mozgásokat a szemeinkkel csinálni nem szabad. Vegyük le a szemüveget, mindenki vegye le, és mindenki nézzen az én irányomba, és gyorsan-gyorsan, könnyedén pislogunk. Pislogunk a szemeinkkel, pislogunk, mint a pillangó a szárnyaival. Nem, némelyek hunyorognak, hunyorogni nem kell, könnyű, gyors pislogás egyedül a szemhéjakkal. Mellesleg ez a könnyű, gyors pislogás ellazítja a szemizmokat. És a népeknél régen ismert, rosszul látsz, pislancs egy néhányat. Az ember pislog, és tényleg jobban lát. Tehát gyakorlat. Mindenki néz az irányomba. Pislogunk. Első gyakorlat. Emeljük szemeinket fel, le. Fel, le. Pislogunk. Második gyakorlat. Néznek a szemek jobbra, balra, jobbra, balra. Pislogunk. Harmadik gyakorlat, átlós. Emeljük szemeinket jobbra fel, aztán balra le. Jobbra fel, balra le. Pislogunk. Most fordítva. Balra fel, jobbra le, balra fel, jobbra le. Pislogunk. Téglalapot rajzolunk a szemeinkkel, emeljük szemeinket fel, felső részt, oldalsót, le, alsót, fel. Pislogunk. Ellenkező irányban téglalapot, felsőt, oldalsót, le, alsót, fel. Pislogunk. Ötödik gyakorlat, számlap. Képzeljenek el egy óriási órát, a mutatók az orrnyerektől kezdődnek, és mi körbenézünk a számlap mutatóin. Emeljük 12 órára szemeinket, és körbe. 3 óra, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. Pislogunk. Ellenkező irány. 12, 9, 6, 3, 12. 9, 6, 3, 12. Pislogunk. És a hatodik gyakorlat, kígyóvonal. Szemeink oldalra, és kezdjük a farokról rajzolni szemeinkkel a kígyóvonalat. Fel, le. Fel, le, fel, le, fel, és a fej, vissza, fel, le, fel, le, fel, le, fel, és a farok. Pislogunk. Most pedig még mutatok önöknek ez a nagyon fontos gyakorlatot, aminek neve a szemek szolidizációja a gyertyán. Ez a gyakorlat le van írva a könyvekben is, ezt lehet végezni napon, lámpán, bármilyen fényforráson. Nos, én megmutatom, hogy önök lássák meg, milyen is ez a gyakorlat. A szemek szolarizációja a gyertyán. Képzeljék el, hogy a szemek állandóan az óruk mentén néznek. Szemüveg nélkül szemüveget levettük. Szemüveg nélkül a szemeik folyamatosan az óruk mentén néznek, és mindannyian együtt fordítsuk fejünket, arcunk, szemünk, orrunkat, és nézzünk a bal oldali falra. Mindenki megfordította fejét, arcát, szemét, és az óruk mentén a szemeik nézik a bal oldali falat. Most pedig gyorsan megfordítjuk fejünk, arcunk, szemünk, orrunkat, és nézzünk jobb oldali falat. Fordulunk balra, fordulunk jobbra. A gyertyára egyáltalán nem figyelünk. A gyertya nálunk, mikor nézzük a baloldali falat, érezni fogjuk a sötétben, hogy a gyertya valahol jobbról van. Aztán pedig zsitty a gyertya elvillan a szemünk előtt, és mi már az orrunkkal a szemünkkel nézünk a jobboldali falra, a fényt pedig érezni fogjuk balról. Aztán zsik a gyertya megint szemünk előtt, ide-oda elvillan gyorsan, a gyertyára semmilyen figyelmet nem fordítunk.
Még egyszer mindannyian pislogunk, 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 fordítjuk fejünket, szemünket balra, fordítjuk jobbra, fordítjuk balra, jobbra, balra, jobbra, balra, jobbra, balra, jobbra, balra és jobbra. Most, ha leoltom a villanyt, pont erről a gyakorlatról megkezdjük végezni önökkel a gyakorlatot sötétben. Nos, mindenki néz, néz a teremre, rám, persze jóval rosszabbul látunk, mindenki ránéz a gyertyára, pislogunk, 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 és végezzük el, kérem, a szemeink szolarizációját a gyertyán. Mindenki megfordított a fejét, arcát, szemeit balra, fejét, arcát, szemeit jobbra, fordítsuk balra, jobbra, balra, jobbra, balra, jobbra, balra, és jobbra, balra, jobbra, balra. Jobbra, balra, jobbra, balra és jobbra, balra, jobbra, balra, jobbra, balra, jobbra, balra és jobbra. Most pedig mindenki melegre dörzsöli tenyereit, és elvégezzük a palmingot. Melegre dörzsöljük a tenyereinket. Összeraktuk tenyereinket, mint házikót, feltettük a szemeinkre, könyökeinket az előttünk lévő széktámlára, megnyugodtunk, elazultunk, mindannyian kényelmesen elhelyezkedtünk. Kezdjük a palmingot. Megkezdjük elazítani a szemizmainkat. A mi szemeink jók. A mi szemeink pihennek. Fogunk foglalkozni, és napról napra ők látni fognak jobban és jobban. A szemizmaink elazulnak. És most a rövidlátóak elképzelték, hogyan lazulnak el náluk az átlós szemizmok, hogyan kezdenek a szemeik megint gömb alakúvá, gömbökké válni, hogyan fognak ők nagyszerűen távolba látni szemüveg nélkül. A távollátók pedig elképzelték, hogyan lazulnak el az hosszirányú szemizmaik, hogyan engedik meg a szemeinknek lazán-lazán előre nyúlni, mint az uborka, és nagyszerűen látni közelre szemüveg nélkül. Elazul a szemünk recehártyája, elazulnak a fényérzékelő sejtjeink, retinacsapok, elazulnak a véredények, melyek vérrel táplálják a recehártyát, elazulnak a látóideg sejtjei, elazulnak az agy látási analizátorának sejtjei. Az egész vizuális rendszerünk elazul. Most pedig mindenkinél szemeink zárva, tenyereink az órunkon, mindenki kényelmesen ül, könyökeink vagy az előttünk lévő széktámlán vannak, vagy a mellék, vagy a mellkasunkon szorítva, vagy a térdeinken folytatjuk a palmingot. És palming közben kérem végezzük szemtornát. Mindenki palming közben a tenyereink alatt megnyitottuk szemeinket, pislogunk, 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 emeljük szemeinket fel, le, fel, le, fel, le. Pislogunk, pislogunk, pislogunk. Jobbra nézünk, balra. Jobbra, balra, jobbra, balra. Pislogunk, pislogunk, pislogunk. Átlósan emeljük szemeinket jobbra fel, aztán balra le. Jobbra fel, balra le. Jobbra fel, balra le. Pislogunk, pislogunk, pislogunk. Most fordítva. Balra fel, jobbra le, balra fel, jobbra le, balra fel, jobbra le. Pislogunk, pislogunk, pislogunk. Téglalapot rajzolunk szemeinkkel, emeljük szemeinket fel, felső részt, oldalsót, le, alsót fel, felsőt le. Alsót fel, felsőt le, alsót fel. Pislogunk, pislogunk, pislogunk. Fordítva a téglalapot, emeljük szemeinket fel, felső részt, oldalsót le, alsót fel, felsőt le, alsót fel, felsőt le, alsót fel. Pislogunk, pislogunk, pislogunk. Számlap, emeljük 12 órára szemeinket, és menjünk körbe. 3 óra, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9,
12. Pislogunk, ellenkező irányba. 12, 9, 6, 3, 12, 9, 6, 3, 12, 9, 6, 3, 12. Pislogunk. És végül a kígyóvonalat. A szemeinket oldalra, és rajzolunk szemeinkkel a kígyóvonalat. Fel, le, fel, le, fel, le, fel, és fej vissza, fel, le, fel, le, fel, le, fel, és farok. Pislogunk. Most pedig mindenki bezárta szemeit, mindenkinek zárva a szemek, tenyerük az órukon, mindenki kényelmesen ül, folytatjuk a palmingot, folytatjuk a szemizmaink lazítását. Ahhoz, hogy jobban és gyorsabban lazítsuk el a szemeinket, Bates palming alatt feltalált egy nagyon fontos gyakorlatot, amit úgy neveznek kellemes emlékek. És mindenkor, mikor csinálni fogják a palmingot, ebben a pillanatban gondolni kell valami szépre, jóra, kellemesre. Visszaidézni a kellemes találkát, kellemes kirándulást, kellemes pihenést. A kellemes emlékek nagyon erősen ellazítják az ember pszichéjét, izmokat, az arcizmokat és szemizmokat. A lazítás pedig ez alapja a Bates módszernek. Lazítás, aztán pedig következik az ellazult szemmozgató izmok tornáztatása. Most mindenki kényelmesen ül, mindenkinek zárva a szeme, gondolnak valami szépre, jóra és kellemesre. Most pedig mindannyian megjegyezzük a palmingból való kilépést. Mindenkinek zárva a szeme, tenyerik az órukon, üljenek fel egyenesen, mindenki a tenyere alatt szemeikkel könnyedén hunyorít, ellazít, hunyorít, ellazít, hunyorít, ellazít. Mindenkinek szeme zárva, a tenyeréket levesszük az arcukról, és mindenki megrázza lezárt szemekkel a fejét. Fel le. Igen, 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 nem, 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 nem. Igen, igen, igen. Helyrehoztuk a vérkeringést, nem kényelmes volt. Most pedig mindenki, mint a gyerekek, az öklöcskékkel megdörzsölik szemeiket, mély lélegzetet veszünk, kifújjuk, és kinyitjuk szemeinket gyorsan-gyorsan pislogva. Pislogunk. És egymásra néztünk, nézzünk a terembe, nézzenek rám. Vegyék kérem figyelembe, hogy a gyakorlatok után mennyire megélesedett a látásuk a sötétben. Mindenki lát engem? A helyzet az, hogy a gyakorlatok segítségével feltápláltuk oxigénnel, tápanyagokkal a receptorhártya vizuális kiegészítőit, a vizuális kiegészítők pedig felelnek az esti látásért. Most pedig mindenki melegre dörzsöli tenyereit, melegre dörzsölik tenyereiket, tenyereikből házikót formáltunk, és megcsináljuk a palmingot. Szemüket bezárjuk, könyökeiket támasszuk az előttük lévő széktámlára, kényelmesen elhelyezkedtünk, megnyugodtunk, ellazultunk. Folytatjuk a palmingot. Folytatjuk a szemizmaink ellazítását. Mindenkor, mikor fogják csinálni a palmingot, figyeljék meg, az első pillanatban a szemeik előtt fognak derengeni fényábrázatok maradékai. Másfél percig kb. Dereng a tévé, gyertya, izzó, egy ablakdarab, valamilyen köd, felhő, ez arról beszél, hogy önöknél túlerőltetett a vizuális rendszer. Hisz fény a szemeiket nem éri, nekünk pedig úgy tűnik, hogyha valamit látunk. És itt, hogy eltávolítsuk ezeket a maradék fényábrákat, Bates palming alá kitalált még egy nagyon fontos gyakorlatot, amit úgy nevezett fekete képzet. És mindenkor, mikor bezárják a szemeiket és csinálják a palmingot, el kell képzelni például fekete bársony függönyt a színházban. Az olyan fekete-fekete, hatalmasan nagy, ott elalszik a villany, az pedig feketébb, sötétebb. Vagy elképzelni fekete tintát, amit magunk előtt szétöntöttünk, és bekenjük ezekkel a világos helyeket.
És a második gyakorlat pálmink alatt, ami még fontosabb, ez a kellemes emlékek. Mindenkor végezve a pálmingot, gondolni kell valami szépre, jóra, kellemesre. És most mindenki visszaidézett valami szépet, jót, mindenkinél a szemek zárva, tenyereik az órukon, mindenkinél a szemek zárva, a tenyereik az órukon, most felkapcsoljuk a villanyt. Kapcsolják fel, kérem, a villanyt. Mindenki egyenesen ül, mindenki tenyereik alatt lazán a szemeikkel hunyorog, lazít, hunyorog, lazít, hunyorog, lazít. Mindenkinél a szemek zárva, tenyereiket levették arcukról, és mindenki zárt szemekkel megrázza a fejét fel, le. Jó, 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 jó. Nem, 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 nem. Igen, igen, igen. Megmozgattuk a fejünket, helyrehoztuk az agy vérkeringését. Most pedig mindenki, mint a gyerekek, az öklöcskékkel megdörzsöltük szemeinket, mély lélegzetet veszünk, kifújjuk, és kinyitjuk szemeinket gyorsan-gyorsan pislogva. Pislogunk, 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 pislogunk. És egymásra nézünk, szétnézünk a teremben, nézzenek rám. Figyeljék meg, kérem, hogy a színek jóval élénkebbek lettek. Figyeljék meg, kérem, a helyzet az, hogy a gyakorlatok segítségével mi feldúsítottuk oxigénnel tápanyagokkal a vizuális retinacsapokat. A retinacsapok meg pont a szín érzékelésért felelnek. Most pedig mindenki pislog, 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 pislogunk, nézzenek a táblára, pislogunk, pislogunk, pislogunk. Én megkérek minden rövidlátót, a rövidlátókat megcsinálni egy nagyon egyszerű gyakorlatot. Kissé lezárni a szemhéját, és mint a kínaiak széthúzni a szemeiket, és kínai szemekkel táblára nézni. Valaki meglát egy sort, valaki kettőt. A hatás nagyon egyszerű. A rövidlátók szeme ki van nyúlva előre, mikor pedig a szemhéjakat kissé lezárjuk és széthúzzuk, mi összenyomjuk a szemünket, mi azt jóval gömbölyövé tesszük, és távolabb látás élessége hirtelen megnövekszik. Most pedig megkérek mindenkit, ki szemüveget hord távollátásra, tegyék fel szemüveget távollátásra. Felvették a szemüveget távollátásra, ránéztek a táblára, pislognak, ránéznek a táblára, pislogunk, pislogunk, pislogunk. Figyelem, figyelem. Ha önök okos emberek és jóval gyengébb szemüveget hordanak, mint amit kiírtak az orvosok, önök most jóval élesebben látják meg bennük gyakorlat után a táblát. Ha pedig önök, hogy is mondjam ezt enyhébben, nagyon bíznak az orvosokban, és hordják épp azt a szemüveget, amit kiírtak önöknek, sok embernek gyakran ezután a torna után vágja a szemét a szemüveg. Egyenesen érzékelhető, hogy valami fölöslegeset akasztott az ember az orrára. Most pedig el kell, hogy mondjam azt, amit tudnak, de sajnos titkolják a páciensektől a szemorvosok. Miért ártalmas az embereknek szemüveget hordani, és miért veszélyes a rossz látás, a rossz látás miért veszélyes? A helyzet az, hogy a rövidlátóknál ki van előre nyúlva a szemük. És azért, mert ki van előre nyúlva a szemük, nekik nagyon erősen meghúzódik, megfeszül a recehártya. Éppen ezért sok rövidlátó embernek megvan tiltva több szakma, több munka. Nekik megvan tiltva többféle sportág, mert valamilyen hirtelen erőltetésnél el tud válni, vagy szétszakadni a recehártya. Ez pedig okoz részleges, néha pedig teljes látásvesztést. Hozzám jön nagyon sok felsőbb osztályos diák, mindannyian foglalkoznának keleti harcokkal, bokszal, focival. Az edző első kérdése, szemüveget hordasz? Viszlát és semmi szöveg. Azért, mert fejbe találja a labda, könnyű agyrázkódás, leválik a recehártya, a gyerek megvakul, az edzőt leültetik. Jönnek a srácok, foglalkoznak, helyrehozzák a látásukat, a szemeik gömb alakúvá válnak, a recehártya teljesen rásimul a szemgolyó aljához, erőltetés nélkül. Ilyen szemekkel semmi sem veszélyes. Különösen veszélyes a rövidlátás kislányoknál, lányoknál és fiatalasszonyoknál, kik gyermekeket akarnak szülni. Az Egészségügyi Minisztérium előírása szerint, mely mai napig érvényes, mínusz 7-nél tiltott a szülés természetes úton, csak császármetszéssel. Mert szülés közben az erőltetéstől megvakulhat. Én megérdeklődtem nálunk Novosibirskben, mínusz 4-nél mindenkinek erősen ajánlják a császármetszés pontosan a szemeik miatt.
No, de némelyek mondják, én csak olvasok szemüvegben 3-4 órát naponta. Ez is nagyon, de nagyon ártalmas. A helyzet az, hogy mindig, mikor az ember felveszi a szemüveget, ebben a pillanatban nála leállnak dolgozni a szemmozgató izmok. És ebben a pillanatban nála hirtelen megromlik a szem vérellátása. Ezért olyan nehezen szokják a szemek meg fel a szemüveget, fájnak, akarózik levenni, szédül, és néha hány inger felborul a szem vérellátása. A felborult vérellátás pedig a szemnek az egyenes út a szembetegségekhez, ahhoz a glaukómához, ahhoz a kataraktához, melyek most mondom, egyszerűen kaszálják az idősebb korosztályt. Mellesleg az idősebb korosztály szembetegségekkel fizet a fekete-fehér tévéért, mely valamikor bejött az életünkbe. Mi lesz a mi gyerekeinkkel és unokáinkkal, egyedül a Jóisten tudja. A tudósok megállapították a 20. században 1900-tól 2000-ig a civilizált emberiség látási terhelése megnőtt kb. 20-szorosára. 20-szorosára 100 év alatt megnőtt a szemre való terhelés. A mi őseink általában távolra néztek, hogyan virágoznak a mezők, a nyájak legelnek, nekik lazák voltak mindig a szemizmaik. A gyermekeink pedig most az idejük 90%-ában kénytelenek közelről nézni. Tanulás, könyvek, komputer, tévé, apró játékok. A szemek pedig került nem alkalmasak közelről nézni. A szemeknek távolra kell nézni, és ha a szemeinknek nem segítene a dolog, be tud fejeződni nagyon hamar és nagyon keservesen. És mindenkor, mikor én tartok hasonló nyilvános előadásokat, a végére mindig mondom. Emberek, nem muszáj csinálni a reggeli tornát. Önök még a torna nélkül is elélhetnek hosszan és boldogan. A fogaikat sem muszáj tisztítani blendameddel, még fogak nélkül is lehet élni hosszan és boldogan, de ha az ember elveszti a látását, ő az életben egyúttal elveszi gyakorlatilag mindent. És a 12 év alatt annyi vakembert vezettek el kézenfogva előttem fehér bottal. Doktor, segítsen! Hogyan segítsek? 2 éve a szemek nem látják a napot. Én nem vagyok Jézus Krisztus. Én új szemeket betenni nem tudok. Ezért jegyezzék meg, kérem, a szemüveget, ez zsákutca. Ez zsákutca, mely elvezet még erősebb szemüveghez, a látás elvesztéséhez végeredményben eljutathatja a szembetegségig és vakságig. A kontaktlencsék, ez még nagyobb zsákutca, mint a szemüveg. Ez szemüveg, mely a szemre van ragasztva. Mindemellett ők még kiprovokálják a korai kataraktát is. A sok műtét, ez nem csodaszer. Ez csak időhúzása a látásvesztésnek és vakságnak. Az egyetlen lehetőség a mai napra körülmények között nekünk, a gyermekeinknek és unokáinknak megóvni a látásunkat, ez elsajátítani a legalább egyszerű szemhigiéniát, a nagyon egyszerű szemhigiéniát. Elfáradt a szemed? Tégy mindent oldalra, csináld meg a pálmingot. 5 perces pihenőt adj a szemeidnek elazulni. 3-szor naponta, reggeli, ebéd és vacsora előtt végezd el legalább ezeket az egyszerű szemgyakorlatokat. Fel, le, jobbra, balra, átló, téglalap, számlalap és kígyó vonal. És értsd, hogy a szemüveg ez bűn, és minél kevesebbet hordani, az annál jobb a szemnek. Ha pedig már hordani, akkor már jóval gyengébbek. Mellesleg sokan egyedül jutottak erre. Milyen a látása? -6. A szemüvegen pedig 4-es. És miért -4-es? De hát felveszem a -6-ot, a szemem leromlik -8-ra. Vagyis az emberek már egyedül is megértették, hogy valahogy le kell fékezni ezt a kezdeti vakság folyamatot. Ezért, ha önök elsajátítják legalább ezt az egyszerű szemhigiéniát, önök meglátják, hogy a látásuk nemhogy nem fog romlani tovább, de stabilizálódik önöknél, és lassacskán még javulni is fog. De ha valaki meg szeretné gyorsítani ezt a folyamatot a legjobb szakértők vezetése alatt ebben a dologban, akkor jöjjenek hozzánk tanfolyamokra, megtanítjuk önöket, mindenben segítünk és tanácsot adunk. No, és befejezésül beszélek némely természeti készítményekről, melyeket mi használunk azért, hogy meggyorsítsuk a látás helyreállítás folyamatát, meggyorsítsuk a szemek tisztítási folyamatát, a szemizmokat, visszaállítani a szemizmok rugalmasságát. Mi használunk néhány természeti készítményt. Én már mondtam, hogy használjuk a propoliszt. A propolisz, ez méhszurok. Ez legjobb gyógyhatású természeti anyag, amit lényegében a tudomány ismer. Hogyan is készül ez?
Bármilyen rügy, bármilyen növénynél, mielőtt kinyílna, a rügy végén kialakul egy mikroszkopikus szurokcsepp. Ez a szurok megvédi az új életet minden kedvezőtlen külső hatástól. Ebben a szurokban óriási életadó erő van zárva. A méhek tudnak erről, ők összeszedik ezt a szurkot, beviszik a kaptárba, és belőle készítik a maguk orvosságát, a propoliszt. A propolisz, ez a gyógyító anyagok forrása. De a propolisz nem oldódik vízben. És minden gyógykönyvben írva van, oldani a propoliszt szeszben, oldani propoliszt vodkában. Nálunk a szerves vegyésztan egyetemen elemezték a szesszel oldott propoliszt, döbbenet. 60%-át a legjobb gyógyhatású anyagoknak a szesz megöli egyből. Akkor ők vették és feloldották a propoliszt olívaolajban, sikerült. Vajban, sikerült. És végül sikerült megcsinálni nagyon bonyolult technológia, alacsony fokú technológia, mellesleg jegyezzék meg, a mézet és a propoliszt nem szabad felmelegíteni 50 foknál feljebb, elvesznek a gyógyító tulajdonságaik. És sikerült készíteniük vizes propoliszt eszenciát. Ez spéci ezüstő sungit víz. Bonyolult technológia. És mikor ez az eszencia meglett, ők azt elemezték, és kiderült, hogy 99,2% tulajdonságainak megmaradt. 100% a propoliszt tulajdonságainak megmaradt. És ők megkezdték ezt a propoliszt csepegtetni az embernek már bocsánat minden lyukába. Becsepegtetve az orrba, profilaxisa és gyógyítása az orgaratnak. Becsepegtetve a szájba, fogak, szájüreg, torok, gyomor, fülbecsepegtetni nagyszerű az eredmény. Irrigálásra nőileg ragyogó az eredmény. Bármilyen irritáció, égési sebek, aranyér, kitűnő. De különösen csodálatos eredményeket kaptunk, mikor 6 évvel ezelőtt először használtuk a propoliszt a látás helyreállításánál. A felsorolt óriási tulajdonságai mellett a propoliszt rendelkezik számunkra 3 páratlan tulajdonsággal. Egyik leghathatósabb a természeti abszorbens. Ő jobban, mint az aloe magába szívja a sejtekből és szervekből a salakokat. Egy. Második, a propoliszt kivételes természeti baktériumölőnek bizonyult. A propoliszt megöl több mint 200 kórokozó mikrobát, baktériumot, gombát, de emellett nem öl meg egy hasznos baktériumot sem. Nos, a méhek készítettek orvosságot, megélő a rosszat, életbe hagyja a jót. És a harmadik tulajdonság a belső használatkor, és mikor felszívódik a vérbe, ő megváltoztatja a vérképet, még a homeopátiai dózis is, néhány csepp, rendelkezik hatalmas antiszpiratikus tulajdonsággal. Kitisztítja az agy hajszálerét és a szemvéredényeit is. Apropó, a memóriát nagyon erősen jobbítja. Nálam a foglalkozásokon, melyik anyókák olyanokat kezdenek visszaidézni, hogy úgy néz ki nem csak a memóriát, de a fantáziát is úgymond nagyon erősen fejleszti az embernél. Szóval, hogyan használjuk ezt? 30 perccel étkezés előtt, 10-12 cseppet megkezd inni, és 2 cseppenként becsepegtetni mindegyik szembe. Csíp, ha csípjen, a könnyekkel mindez a salakot ő onnan kihúzza. Ha nagyon erősen csíp, felébe kell oldani forralt vízzel. Forralt vízzel feloldani. Ha nagyon erősen csíp. Szóval megitták, becsepegtettek, aztán várni kell 1/2 órát. 1/2 óra alatt a propoliszt felszívódik a vérbe, amit önök lenyeltek, és ezt a propolisszal aktivált éhes vért át kell maximálisan pumpálni a szemeinken keresztül. Ehhez pedig az étkezés előtt mit kell tenni? El kell végezni legalább ezt a 6 gyakorlatot. Fel, le, jobbra, balra, átló, téglalap, számlap. Az eredmények nagyon jó, nagyon jók. Szóval itt ebből a propoliszból, ebbe az edényben van 100 gramm. Egy embernek elég inni és csepegtetni kb. 1 hónapig. Ezen kívül készítettek ilyen 15 grammos kicsomagolást direkt a szemeknek. Nagyon kényelmes hordani és csepegtetni ide-oda. Ez ugyanolyan, mint itt, egy az egybe, ez a propolisz, egyszerűen így csomagolták. Ezért, ha önök párjával veszik, nem tévednek, egyszerűen még kb. 10 nappal tovább is tart inni és csepegtetni. Ez egy embernek egy egész kúrára elég. Általában azoknak, akik más városból jönnek, mi javasoljuk egy hónapig csepegtetni és inni, azután egy hónap szünet, folytatják ezeket a gyakorlatokat, utána pedig még egyszer megismételni ezt a propolisz kúrát, hogy biztosítani a szemizmok tisztulási eredményeit végérvényesen.
Nos, az ára ennek 340 rubel, ez a mi hazai termékünk, mellesleg ne keverjék össze. Néha a patikában árulják a propolis vizes szuszpenzióját. Mivel különbözik a szuszpenzió az eszenciától? Nos, veszek egy vödör fekete áfonyát, kiforralom az egész vizet, megmarad egy pohár fekete áfonyás eszenciám. Egyetértenek? Ha pedig veszek egy pohár fekete áfonyát, összetöröm, egy vödör vizzel felkeverem, nekem szuszpenzióm lesz vizes áfonyából. Nos, kb. Ilyen lesz az aránya az eszenciának a szuszpenzióhoz. Vagyis egy a 100-hoz. 100-szor gyengébb, és azt szembe csepegtetni nem ajánlatos. Szóval a második, jegyezzék meg kérem, hogy a vitaminok és mikroelemek legoptimálisabb készletét tartalmazza az recehártya táplálására a fekete áfonya. Ha lesz az áfonya szezon, feltétlenül legalább naponta fél pohár fekete áfonyát egyenek, szárítsanak télire, főzni nem kell, fagyasztani semmiképpen, elvész az íze és a vitaminok. Most készítenek nagyon sok áfonya készítményt a szemekre. Nos, ez itt egyike a jobbak közül, ez is a mi fejlesztésünk. Ezt a szerényen nevezték el fekete áfonya. Az áfonyás eszencia virágporral együtt, a virágpor, ez a méhek termék rendkívül értékes. A virágporban megvan minden szükséges vitamin és mikroelem az emberi szervezetnek belérve a virágporban lévő A-vitaminból 20-szor több van, mint a sárgarépában, és felszívódik, ez majdnem 100%-os felszívódása. És ez a virágpor az áfonya eszenciával együtt itt a drazséban kb. 30 perccel étkezés előtt 5 szemet megenni, a gyerekeknek nagyon hasznos. Nálam az unokáim cukorka helyett eszik ezt az áfonyát, elégedettek, és megint csak ez nagyon jó készítmény a látásra. Azok, akik foglalkoznak, ajánlatos a propoliszt, úgy gondolom szükséges, az áfonyát pedig, ha van lehetőség, feltétlen vegyék, még hogy a gyakorlatok folyamán feltáplálna a recehártyát, hogy megadni oda a szükséges vitaminokat és mikroelemeket. Ez is a mi hazai termékünk, elegendő egy ember számára kb. 20-25 napra ez a mennyiség, vagyis egy kúrára elegendő. 150 g van ebből az áfonyából, virágporral, az ára 380 rubel, megint csak elérhető hazai termék. Igen, itt van hozzá leírás a propoliszhoz, ne felejtsék el hozzá, itt le van írva minden. Még valami, emberek, akik csepegtetnek az orvosokkal kiírt cseppeket, folytassák csepegtetni mindezeket a cseppeket, de a propoliszt kell csepegtetni, és inni szigorúan étkezés előtt fél órával. Azokat a cseppeket pedig tegyék át étkezés utánra, hogy elválaszthassák a propolisztól. És a propolisz és az áfonya egymást kiegészítik, vagyis ezeket egyszerre fél órával étkezés előtt lehet enni, őt egymást kiegészítik, és még jobbak az eredmények. Na és befejezésül, mindig az ilyen találkozókon propagálom a mi hazai tudományunk, beleértve a mi szibériai tudományunk legjobb eredményeit is. A tudomány szörnyű állapotban a Szibériában. A finanszírozás nulla, minden szabadjára van engedve, minden omlik összefele. Nemrég volt egyetemi osztályunk végzősének 30. évfordulója. Mi összejöttünk, megszámoltuk, 141 ember végezte el akkor az egyetemet 71-ben. Most már 54 a 141-ből külföldön vannak. Vagyis ki hová tud oda eszaladt. De eredményeink vannak tényleg világosztályúak. Részben nálunk az akadémiai városkánk mellett 5 évvel ezelőtt meg lett építve a világ leghatalmasabb, világ legtitkosabb mikrobiológia központja Kolcóban. De ma már nem titok, ők fejlesztették a védelmi rendszert az atomvegyi és bakteriológiai fegyverektől, és ők kidolgoztak egy készítményt, melyet a hadseregben úgy neveztek antidot. A hadseregnél minden katonának a zsebében van egy toltartó, és benne egy fecskendő, vagy egy csomag por és leírás. Az atombomba felrobban, vegyi bakteriális támadás, edd meg a port, életben maradsz. Ez a por hatalmas immunserkentő szer. Hirtelen megemeli a szervezet immunitását, a védelmező erőket. Most nagyon sok immunserkentő van, készítve az immunmodulátor, de a mi szibériai tudósaink elindultak a legegyszerűbb és, ahogy kiderült, a legeffektívebb úton. Ők megalkották ezt az immunserkentőt alapul véve a természetes baktériumot Bacillus subtilis.
Ez a baktérium él a füvön, talajon és bekerülve a melegvérű lény belsejébe, ember, macska, kutya, boci, különbség nincs, ez a baktérium a gyomorban megkezdi kidolgozni az alfa interferont. Az alfa interferon pedig alapja az egész immunitásnak a melegvérű lénynél. Nos, tisztelt eltársak, az utóbbi évtizedekben az ökológia a városokban kipusztította ezt a baktériumot, Bacillus subtiliust. Azt mondják, Moszkvában rossz az ökológia. Miért rossz? Hát a virágok virítanak, zöldek a fák, de kiderül, hogy az első sorban pusztul el a nagyon hasznos minden élőnek mikrovilág. És a mi városi beteg kutyáink, macskáink kiszaladnak, rágják ezt a városi füvet, ők ösztönösen keresik ezt a baktériumot, az pedig ott nincs. És most hirtelen csökkent a városiak immunitása. És a mi szibériai medicina tudományunk akadémiájának részlege elvégzett egy munkát, összehasonlította a városi és falusi katonakötelesek immunitását, az ég és föld. A falusi fiúk élnek ökológiailag tiszta övezetekben, eszik a megjegyzem mosatlan gyümölcsöt, zöldséget, bogyókat, nekik nagyon sok ilyen hasznos baktérium kerül a szervezetükbe. Nagyszerű az immunitás. Minden városinak az immunitás gyenge, az immunitása gyenge. Azt a port, amit ők kifejlesztettek, használták katonai kórházakban, megrendítőek az eredmények, ez immunserkentő segítségével kezelésénél bármilyen betegségeknél. 93-ban pedig megmondták az állami támogatást ettől a központtól, Vektor központ. És nekik megmondták, amit akartok, azt tegyétek. Minden titkot fel lehet oldani, ami volt. A szabad Oroszországnak nincsen titka a világ előtt, és nem is kell, hogy legyen. És ők kénytelenek voltak egy sor titkos hadi fejlesztést feloldani. Mikor ők nyilvánosságra hozták ezt a port, az egész világ elámult. Ők 15 évre előre mindenkit megelőztek. Ők megtanulták begyűjteni ezt a baktériumot Szibéria ökológiai tiszta övezetében, konzerválni a cukrom, és a kellő pillanatban harcban az ember megeszi, és ez megkezd dolgozni. De 93-ban Gajder és Csubáj alatt az országunk gyógyszeri piacát megosztotta 4 gyógyszerészeti világóriás. Ez az UPSA cég, Bayer cég, azok, akik reklámozzák a tévében az orvosságaikat. És ők kitűzték a bűnös célt megsemmisíteni a gyógyszergyártást Oroszországban. Sajnos a célt nekik sikerült véghez vinni. Emellett ők célul tűzték ki megsemmisíteni a mi mikrobiológiai központunkat. És mikor ők ezzel a porral ki akartak kerülni a piacra, nekik olyan lehetetlen bizonyítványt, feltételeket tettek, több tízezer dollárt kellett csak vesztegetésre adni. Mi ott Szibériában nem szoktunk hozzá az ilyen munkához, több annál hadiüzem. És itt valaki nekik mondta, hagyjátok ezeket a csubai banditákat. Ti patentírozzátok be ezt a port, mint készítményt az állatoknak. Különbség nincs, borjú vagy ember, a folyamat egyforma. Baktérium Bacillus subtilius kitermeli az alfa interferont, megnöveli az immunitást, és ők 3 nap alatt 3 rubelért bepatentírozták ezt a készítményt, és az állatoknak elnevezték ezt Vetomnak. Vetom. Vetom. Itt van a kezembe ez a készítmény, Vetom. Ez a készítmény minden elképzelhető és elképzelhetetlen betegség ellen van. Pestis, kolera, májgyulladás, tüdőbaj, bármilyen influenza, atipikus tüdőgyulladás, szibériai fekély, nos bármilyen betegségnél, az agyvelőgyulladásos kullancs csípésénél, bármilyen betegségnél, ez megemeli az embernél az immunvédelmező erőket. Én ezzel a porral megismerkedtem 6 évvel ezelőtt. Nagy influenza járvány volt nálunk, megbetegedett a lányom. Csengettek a volt osztálytársamnak, ő ebben a központban dolgozik. Mondom, valamitek van influenza ellen? Mondja, a világ legjobb készítménye influenza ellen. És mi az? Mondom, a lányom beteg. Megyek, megyek. És megérkezett, hozott nekünk 5 ilyen csomagot. A lányomnak mondta, egy napig így ad, az influenza átmegy. Neked pedig mondja, ő így ad megelőzésként. Te sokat utazol a városok szerte, hogy ne betegedj meg. A lányom felépült, én megelőzésként ittam, 1 hétig átutaztam 6 város Szibériában, rám köhögtek, prüszköltek, én nem betegedtem meg influenzával. És a mai napra nekünk most ez probiotikum,
Ez a 20. század az antibiotikumok százada volt, tudják, igen? A 21. század pedig a probiotikumok százada. Ez a baktérium százada, melyek rendkívül nagyon szükségesek nekünk, melyek nekünk nagyon hiányoznak. És nálunk most Novoszibirszkben folyik a kormányi program, vetom minden házban, hogy ez a por legyen a városiak immunitása gyenge, szedni nincs honnan ezt a baktériumot, és ez most nálunk menő Novoszibirszkben. A lányomnál ez végképp, mint egy mentőszolgálat. Kicsit lerobbant egy-két kiskanál az unokámnál, a haskója vacakol a kiskanál végére, vízben feloldotta, odatta meginni, az eredmények nagyon-nagyon szépek. Önök lehet emlékeznek, Rosztó területén volt egy ismeretlen betegség járvány 5 évvel ezelőtt. Az emberek kezdtek kihalni, a medicina nem tudja mitől. Körbevették hadsereggel a területet, senkit nem engedtek ki a területen, pánik, mindenki meghal. És oda Novoszibirszkből, az akadémiai városkából küldtek egy teljes konténert ezekbe a porokból, és mondták, hadd így a mindenki, betegek, egészségesek, garantáljuk, a betegség megszűnik. Itták a betegség megszűnt, de ők még követelték, kérték, hogy erről a tudományos sikerül tájékoztasson minden tömegtájékoztató eszköz. Sajnos egyike a tömegtájékoztató eszközöknek sem mondott erről semmit. Szóval ez a készítmény be van patentírozva, mint az állatok számára, de érthető, hogy senki az állatoknak nem veszi, esetleg a kedvenc macska kutyának, mert kicsi drága. Mindenki ezt természetesen veszi az embereknek. Kínaiak vettek egy óriási készletet, minden raktárukat kipucolták, apetikus tüdőgyulladás. A kínaiak ezt kezelték interferonnal, de az interferon nagyon drága. Ez pedig százszor olcsóbb, és hatékonysága jóval nagyobb. Addig meg az amerikaiak, mikor őket megijesztették szibériai fekéllyel, ők is vettek egy óriási készletet, ebből kiderült, hogy inni ezt a port biztonságosabb és hasznosabb a szervezetnek, mint utána 40 injekciót antibiotikumból szedni. Főleg ez nagyon erősen segít a depresszív állapotok betegségénél. Sok ember beteg és nem tudja mitől. Az orvosok sem tudják mitől. Ő meg rosszul érzi magát, valamilyen betegsége van. Ez a por ezeknél az állapotoknál nagyon jó. Ez egyedül megtalálja ezeket a betegségeket, megnöveli az embereknél az immunitást. Most pedig, tisztelt eltársak, még egy kis figyelmet, engedjék meg nekem az önök nevében megköszönni magamnak, remélem, a nagyon hasznos, érdekes előadást. Mindannyiuknak egészséget, boldogságot, nagyszerű látást. No és ha valakinek van lehetősége, feltétlenül jöjjenek el hozzánk foglalkozásra. Biztosan nem bánják meg.